Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Szeretném a segítségeteket kérni. Nem, mintha János segítségem. Azért akartam mondani. Tegnap este elérkeztem a apai teljesítő képességem végső határához. Két nagyon jó minőségű gyermekkel áldott meg engem a sors. Kedveltem is őket. Még most is kedvelem. De voltam már olyan az életetekben, amikor azt mondtátok, hogy nincs tovább, tehát nincs fegyver a kezemben, nem tudok mit csinálni. A következő volt, estére hazaértünk, elfáradt mindenki. Hála jó Istennek, gondoltam. Sose baj. 8-kor egy gyors fürdés, gyerekek, igen, csak tusikával, gyorsan fogmosás, apa olvassa a mesét, és már mehetünk is aludni. Egyszer voltam, nem, És akkor már 8:30-kor ugye szabad vagy, és hát anyával el tudod tölteni az időt. És ennek az első mozzanata az volt, hogy akkor indulás, tusolni, vetkőzzünk. Ül a két gyerek az ágy szélén. Nem volt bekapcsolva a tévé, tehát nem. Nem válaszol. Vetközöl velünk? Nem volt ilyen, nem válaszol, hogy imádnak velem fürdeni mind a mai napig, de most mondom, nincs ilyen. Ti gyorsan dobjátok le a ruhát, letusollak benneteket, gyors, és ül a két gyere. Mondom, srácok, tudjátok, valami, induljunk el az este gyorsan, mert akkor annál több mesét olvasunk. Két kölök ugyanúgy ül. Kicsit megemel a hangom, mondom, srácok, holnap iskola és óvoda, fáradtak lesztek, és apa már kezd ideges lenni, tudjátok? Az nem jó soha, mert akkor kiabál. Két gyerek ugyanúgy mozdulatlanul ül. Majd elkezdek üvölteni, hogy itt nincs rend ebben a családban, hát nektek ennyit ér az apa! Apa mondja, hogy és ül. És közben nem akarsz üvölteni, de látod hát magad nyilván kívülről, hogy mérges vagy, tehetetlen vagy, szíved szint kicsit oda csapnál, nem akarsz, nem ez a módszer, elborul az agyad. Igen. És akkor elindul a zsarolás és a mindentől való megvonás, megfenyegetés, hogy elvonás. Akkor és majd. Igen. És igen, a szokásos igen, trükkök se értek be, hogy bedobtál a fürdőszobába egy szállásokolba. És most nem mentek utána. Nem mentek utána. Kicsit a panna szemén láttam, hogy egy picit bemozdul, de ő se. És ilyenkor jön, hogy először arra gondolsz, hogy pozitívvá fordítod a dolgot, hogy ha levetkőztök és megyünk, akkor lesz majd valami. Utána látod, hogy ez nem megy. Fordítasz rajta, ha nem vetkőztök le és nem indulunk el, akkor viszont, nem lesz mese. Akkor viszont nem lesz mese. Nélkül, és puszi nélkül mész aludni. Erre Soma csak annyit mormolt meg én. Há, hogy te olvasod, apa. Tudod, hogy olvasok mesét. Hogy jó ide bújnál hozzám. Tényleg? Így. Ott nálam a menekülnék. Ott feküdnénk a két válladon nyácsorgatva és hallgatnánk hát a mesét, ahogy olvasnál. Kötelező. Következő kitelepülésen olvas már nekünk mesét. Hozom a hangokat. Érted? Tehát nálam szerepjáték van. Mi Janival oda bújunk, oda rátfeküdünk, tehát valamit hozzá. Így folyna a kis nyálad ide, érted? Én ott feküdnék a másik oldalon, az én nyálam is folyna. Szép lenne. Úgy aludnátok. Na, a lényeg, hogy nem találtam. Igen, szóval, meg hogy milyen fegyelmezést adjunk a kezébe, vagy kinek mi van a kezébe, ez a kérdés. Ez egy nehéz dolog, nálam a zsarolás az abszolút működik. De pozitívban? Nem, elvonásra alapuló kemény, könyörtelen szicíliai módszereket meghazudtoló brutális zsarolás. Tehát erről szól a dolog. Ugye, mivel lehet a gyereket? A mesével. Én a mesének a percét tudom csökkenteni úgy, hogy egyelőre most az működik. Ja, mert standard egy perc? Nem, az van, hogy a mese percét? Mesét nézhet a gyerek 10 percet, igen, és amíg ő nézi, addig ugye mi berendezzük a holnapi cuccát, Viki előkészít dolgokat, én elpakolom az esti romhalmat, tehát addig a gyerek elvonul a mesét nézni, és 10 perc az, amit ő nézhet, mindig megnézi az idő indulását, és mindig megnézi, fut a kis timecode a mesénél, be kell mindig bizonyítanom, hogy tényleg 10 percet nézett. Ez a poroszos mentalitás, ez egyébként nem jellemző. 10 perc mesenézés, és a mesenézés után van a meseolvasás, mert ugye hát az is egy szeánsz, úgy kell zárni az estét. És rájöttünk arra, hogy most úgy lehet a gyermeket megfogni, ha csökkentem a meseidőt, és elmondom neki, hogy amit a tököléssel, kádba be nem mászással, le nem vetkőzéssel, még kirohanok, behozok egy játékok a kádba, mert ott nagyon fontos, hogy 600 játék legyen a kádba. A meseidő csökkentésével tudom egyelőre gyorsítani a gyereket, ez ugyan egy hónapig működött. Aztán a gyerek átlátott rajtam, mert mikor 3 percnél voltunk, ugyanúgy engedtem 10 percet nézni. Aha, ez azért nem jó, mert saját magaddal is kicseszel. Nem volt jó, mikor 2 perc mese van, már csak 2 perc. Beült a gyerek 2 perc, nem volt időm semmire, mondom, ez nem jó. Na, jó, ez hülyeség volt, mert nem jó ez a 2 perc. A következetesség hiánya az azért. Nagy hiba volt, a gyerek rájött, és mondjuk neki, hogy Beni, jó, 1 perc ugrott a mesétből. És a gyerek rám néz,
Visszanéz, és megy tovább. Nézni a hajója, ekkora a fejed már, ugye? És további dolgokon gondolkozol, jó, akkor holnap nem lesz foci. Ez is működik, vagy egyelőre most ez működik, mert az most nagy szerelem. Aha. Tehát ez most egyelőre nagy egészen szerelem. Addig, amíg rá nem jön, hogy focira viszont úgy is elviszed, igen, mert neked is fontos, hogy járjon. Te is szereted, meg örülsz neki, hogy mozog. Igen. Tehát elfogynak az eszközeid, és ahogy nő a gyerek, úgy kell egyre keményebb dolgokat bevetni, kitalálni, finoman megzsarolni, hatni rá, elvenni dolgokat. De vannak estik, amikor tényleg azt érzi az ember, hogy na, ez nem, te tehetetlen vagy. Tehetetlen vagy. Mert egyszer átlát rajtad. Na, és nem tudod, mivel, nem tudod, mivel bezsarolni. Tehát a focir is azt mondod, hogy nem viszlek el focizni. Ha nem csinálod meg, akkor nem lesz edzés. A gyerekbe bekattam, hogy hát lehet, hogy a fater tényleg nem viszel edzeni, akkor nyilván elkezdesz jó, de aztán látod, hogy puhulsz, te is tudod, hogy edzésre viszont menni kell. Persze. Mert az tök jó, a gyerek hat meg addig is nyugi van, amíg ő edz. Tehát itt, és itt elköveted azt a hibát, hogy visszakozol. És itt vége van. Itt a gyerek előtt megdőltél, mert az előbb azt ígérted, hogy nem viszel focizni. Most meg akkor mégis megyünk focizni. Na hát. Igen, mi az, ami vajon hosszú távon működik? Tehát mi az a nevelési rendszer, ahogy te tényleg minden este tudsz úgy rájuk hatni, hogy induljanak el, és kezdődjön el az este. Tehát azt mondják, mi hogy működhet valójában? Hogy rossz, amit csinálunk, mert nem a negatív dolgot kéne nyomni, hanem a pozitívat. Tehát ha megcsinálod, akkor neked jó lesz. Aha. Nem az, hogy ha nem csinálod meg, akkor neked jó, de azért ember legyen, vagy szülő legyen a talpán, aki minden este úgy indul neki a 150. lefekvésnek, fürdetésnek, vacsorának. Édesem, hát ha most szépen végülöd ezt a vacsorát, és olyan aranyosan bemész utána mesét nézni, holnap olyan kürtös kalácsot csütök neked. Igen. Tehát azért ez nem, a gyereknevelés azért ez nem így működik. Á, nem hát megy, van, amikor neked, nem megy. Ideges vagy, feszült vagy, nem ugrik a gyerek, nem megy be a kádba, ekkora a fejed, állsz a fürdőszobába, két gyereked van, az egyik löki a habot ki a falra. Tehát azért ez... Meg a sok ez, pozitív ígéret is könyvekben ezt olyan leegyszerű leírni, de mindig azt gondolom, hogy akik ezeket a könyveket írták, valójában sose volt gyerekük. Vagy valamit nagyon jól csinálnak. Vagy ezzel volt, de nagyon-nagyon elszórták, és ezek később jöttek rá. Igen, és addig megírták ezt a könyvet, és már bestseller lett. Igen. De akkor visszazsarol. Meg az van, hogy akkor azt hiszi, hogy azért kell valamit megtenni, mert akkor ő elvár valamit cserébe. Tehát ez se jó, nem? Igen, de mondjuk alapvetően olyan humánusabb lenne, meg olyan szimpatikusabb, amit a Feri mond, hogy ne fenyegessél, tehát ne egy negatív dolgot lebegtessél meg, hanem egy pozitívat. De mi van akkor, ha például mondjuk Balázsik példáról indulunk ki, és azt mondjuk, hogy akkor Beni, ha most elmész fürödni, akkor holnap egy perccel több mesét nézhetsz majd, tehát 11 percet. És aztán majd évvégén azon veszed észre magad, hogy a gyerek már 5 órája, már 300 percet adtál neki az év minden egyes napján adtál neki egy percet, és a végén az lesz, hogy a gyerek már másfél órákat néz meséket lefekvés előtt. És arra, mivel a Gru 2-t tudod, már igen, ő is annyira úgy, ahogy el, ő is annyira jó, és úgy, még nézzük meg a Verdát. Én nagyon sok módszert hallok barátoktól, ismerősöktől, tehát én hallok sarokba állítást, lépcsőn ültetés. Ki nyalja be a sarokba állítást? Hát csomóan még. Nagyon sok az kukoricatérdelés van. Lépcsőre ültetik, amíg megnyugszik. Majd eljutok a rajszegek is. Bezavarja a szobába, és a gyereknek kell kijönnie, ha megnyugodott. Van egy büntető lépcső, ahova leütöd, akkor leülteted az a szégyen lépcső, és akkor... Szégyen lépcső, a gyereket, és akkor... Erre lehet használni. Igen, nálunk ugye nincs lépcső a lakásban, de egyet csak így oda átámasztottam a falhoz, a büntető szégyen lépcső. Szóval, hogy nagyon sok ilyen módszer van. Én nem tudom, de sarokban mi nem nagyon állítjuk meg, nekünk nincs ilyen szégyen lépcsőnk. Hogy arról szól, hogy elkövet valamit, akkor oda leülteted. Ezt valahogy nem. Ezt nem és az van, hogy bezavarod a szobába, és döntsd el te, hogy meddig vagy büntetésben. Én ezt egyszer próbáltam meg, Somogy, egy fél perc múlva, két szerintem lejárt a pat. Ja, igen. Nem jó. Ugye? Hát vagy nem. Amikor a negyedik sarokba állítod, de jön ki a gyerek. És akkor kérdezem, hogy de is megbántad? Tehát tudod, hogy miért kaptad a büntit? Tudod, hogy azt nem, de már kijöttem, szerintem vége. Most de erre nem mit, rossz. Mit mondasz? És mit csinálnak a mongolok egy jurtában? Ott hova állítják a gyereket? Nincsen sarok? Kiállítják a jurt elé. Hát nehéz, ez egy valóban, igen, értem, hogy milyen állapotok lehettek nálad tegnap. De úgyse, tehát nem tudsz erre a pozitív dologra rámenni, mert hát. És próbáld magad nyilván arra rávenni, hogy jó, ígér be valamit, de az, amit te mondtál, az se lehet, hogy állandóan csak jutalmazod a dolgot, meg elborul az agyad. Tehát elborul az agyad, igenis fogsz üvölteni neki. Sokat nem mondja néztem. Senki, hogy nem üvöltök a gyerekével. Kiabálsz, persze, nem ember az, hogy nem emeled fel a hangot 10 évig, akkor ebihal vagy olyan idegrendszered van, amire tényleg te 10 éveket kéne nevelni.
igen. Volt az a kövér babysitter, aki mindenhol beköltözött. Volt erről egy sorozat, nem néztétek? Igen, a hosszú hajú, nagyon cuki csaj, bement mindig egy olyan bűros családhoz, ahol négy gyerek lógott a csilláról, az anya és az apa ölte egymást, az apa még ivott is, az anya kísért szemekkel, és öt nap alatt rendbe rakta. Hogy egyszer ezt így úgy megnézném, hogy jöjjön már el. Arról szól, hogy öt napot ott van, de most kérdés, hogy mennyire manipulálják, meg milyen szereplőket válogatnak, nem tudom, de még eltekintünk attól, hogy ez egy televízió műsor, és elhisszük, hogy valójában öt nap alatt rendbe tudja tenni. És akkor mondj jó dolgokat, hogy tudsz a gyerekre hatni, hogy összepakolja a ruháját, mert egyre sem emlékszem. Te figyelj, mikor a Viki terhes volt, az összeset megnéztem. Én volt idő, amikor ezeket vettem. Na, ez a másik, a ruha. Viki terhes volt, és néztem ezeket a műsorokat. Figyelj, olyan okos leszek. És a nő varázslatot is elindította meg a három gyereket. Csak mondom, hogy mi néztük azt a műsort. Semmire nem emlékszem belőle, semmire nem emlékszem az összes jót, mi azért néztük Mónival konkrétan, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy nálunk nincsen nagy baj. mert abban olyan gyerekek voltak, hogy tudod, így nézted, és azt mondtad, hogy basszus, a világ legjobb gyereke a miénk ezekhez képest. Minden relatív, igen. Te meg kell nézni egy ilyen műsort, és azt gondolod, hogy jó van, azért olyan nagy baj nincs. Igen. Ilyen is lehetne, de nem ilyen. Hála jó Istennek, és mi boldogan kapcsoltuk ki a tévét, és utána mentünk, és próbáltunk meg a gyereket lefektetni. Igen, és tök mindegy. Így van, akkor már mindegy, mert ehhez képest basszus, a tündér a mi gyerek. Igen. Hát nem mondom, nálam, ezt nem eseltem nálam, ez a végét akkor járom, amikor azt mondom, hogy oké, Beni, ha ezt folytatod, holnap nem lesz semmi. Azt igen, nem lesz tényleg. Semmi. Tényleg. Gyerek, ránéz. Ezt most hogy értsen? Mi az, hogy semmi. Most beszéljük meg. Reggeli. De mi az a semmi? ez a vége nálam. Amikor azt mondja, jó, holnap nem lesz semmi. És a gyerek röhög egyet, tudod. Igen, mert értelmezhetetlen kicsit, valljuk de meg. De hogy itt ekkora a fejem, és egy ideig működött, most a már... A nirvánára gondolsz? Semmire. A semmire semmi. Gondolom. Még azt semmi lesz. Nem lesz. Nem mire gondolsz? Semmire. Se. Akkor most gondolsz valamire, vagy nem gondolsz? Nem kelünk föl. Nem, és nem is fűrünk, semmi. Semmi nem lesz. Egy ideig ettől megrémült. Ha nem lesz semmi, az nem jó világ. Jól összezavartam. Jól összezavartam, 3-3 és fél évesen. 6 és 6 évesen, ez már aztán nem mondom, hogy... Feri a csírva, mert a semmire gondolt, amit totálisan értelmezett, és megfoghatott a számára. Jön a semmi. Holnap nem lesz semmi. Most már azért ez így 6 évesen, igen, kevésbé. Kevésbé. Nem látom rajta azt a fajta rémületet, ami kicsit elégedettséggel töltött el, amikor 4 éves volt, és azt mondom neki, hogy csináld csak. Aha. Csináld, te tudod. De holnap nem lesz semmi. Hát abszolút nem. Jó, de akkor neked egy keményebb fegyvert kell bevetni majd ellene. Ő meg egyre inkább lesz ellenálló. Hát, mi lesz 11 éves? De az a baj, hogy már Jolly Joker bedobta. Ennél durvába nem tud mondani. Nincs durvá fegyverem ennél. Most holnap nem fejlesztettem ki. Ha nem csinálod meg, akkor holnap lesz valami. És akkor elkezd. Mi lehet az? Jó vagy rossz? Vagy érted, jön a senki. Igen, a senki. És elvisz. Holnap nem leszek én se anyád, se itt. A senki lesz itt, és semmi nem lesz vele. És ilyen teljes elégből kapott dolgok. Szóval a gyerek. És a gyerek, igen, szorongva fekszik magzatpózba, ilyen kettőkor nagyon félve égő lámpánál, hogy az apja szét... Itt vagytok még. Az apa szétrémizgete. Én most a gyerekeiddel vagyok, azért én abban bízom, hogy egyszer annyira fölidegesítenek, hogy rágyújtasz. Tehát azért én most ebben a harcban kicsit ja, hogy tudom, hogy mit érzel, de azért nekik drukkolok. Tehát hogy azért én azt örülném, hogy annyira fölhúzzának, hogy remegő kézzel rágyújtanál egy szál cigire. Azért ne, az nem lenne rossz. Azért az nem lenne rossz. Na, drága hallgatók, leginkább szülők. Azt hiszem, hogy ők értik igazán ezt a beszélgetést. Akinek nincs, az most kicsit úgy tétlenül toporog, és azt mondja, hogy de fura lehet. Ah, és ugye? Ők írják azokat az SMS-eket, hogy mindent meg lehet oldani következetessé. Jaj, igen, persze. Jó, igen, hát én még soha nem ordítanék a gyerekemmel. Van egy-két ilyen szülő, igen. Puff. Ezeket a beszélgetéseket leginkább a játszótéren szeretem hallgatni. Tudom, ki a jobb anya, kinek jobb a gyereket. Azok, akik egyébként ezt mondják, ott általában nagy a baj. Tehát, hogy az neked az észre. Igen, elmond, aztán hazamegy, és ott a totális. Úgy megveri a saját gyereket. A hetedik bugyra. 6 éves gyerek egy 20 klopfolóval agyonveri az anyát. Nézzük meg, hát ha kapunk valami hasznos tippet. Amikor elborulni látszik a dolog, világvége van, esti fürdetés, milyen fegyelmezési módszereket vettek? A végső érv. Mi a végső érv, amikor a gyerek tényleg nem akar kádba menni, ugrál az ágyon, rossz napja van, nyűgös, és neked is rossz napod volt, dühös vagy, és azt érzed, hogy nem, ennem vagy alkalmas. De akkor nem zuhanyzol! Hurrá! Hát érte, sörül neki, ma utána zuhanyzol. Igen, amikor egy szülő úgy érzi, hogy na most... Akkor zuhanyzol! Most csapott össze a feje felett a ulám, nem vagyok jó szülő, bénán csinálom,
elrontom, valamit nem csinálok jól, az a szülői élet nagy dilemmája, hogy állandóan bizonytalan vagy, nem? Hogy elrontod, vagy nem rontod-e? Mi a végső érv? A semmi. A semmi kívül. Akkor holnap nem szólok rá a mamára, amikor majd nyálas kézzel törli le a maszatos arcodat, és tudom, hogy utálod. Igen, lehet ez is. Mivel fegyelmezitek a gyereket, írjátok meg nekünk, melyik módszer működik? Mi az, ami nálatok be? Hát hány éves a gyerek, azért az nagyon fontos. Igen. Jó? Hány éves a gyerek, azt azért tudjuk, hogy meg se kezdjük el, ha mondjuk valaki olyat ér. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz. Pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek. Jönnek a szülői tanácsok, hogy ki hogy fegyelmezi a saját gyermekét leginkább este, amikor ugye hát sok a teendő. És vannak, akik tényleg hát a fegyelmező nevelésben hisznek, vannak, akik a pozitív nevelésben, érdekes SMS-ek vannak. Nálunk a 4 éves kisfiamnál bevált a barátságunk felfüggesztése. Ha nem csinálja, amit kérek, addig megszűnik a barátságunk. Peti küldte nekünk köszönjük. Versenyt rendezek köztük, ki lesz hamarabb kész este, de nincs jó praktika, mert az 1000 kreatív ötlet kellene, 2-7 és 9 évesek apukája vagyok. 3,5 évesnél még működik, hogy kb. Szeptember végétől, ha rosszat csinál, akkor figyelmeztetem, hogy a Mikulás már írja a jó gyerekek listáját, és mindent lát. December 6-a után a Jézuska figyel. Januártól a nyuszi. A gond áprilistól augusztusig van. Nagyon jó. Csak van ott egy születésnap, egy évnap, vagy valami. Egy nyaralás, bármi. De ez jó, tehát mindig látnia kell valakinek. Nyuszi, Mikulás, Jézuska. Ez igen, jó. Mert ő megfoghatatlan. Nem lesz tűzi játék augusztus 20-ára, az a áprilistól kibírod, nem? Hát meg, április, igen. Tűzi játék, valami erősebb kell. Augusztustól már jön a Mikulás. Uh-huh. Jó, hamar jön az a Mikulás, augusztusban 30 fokba vár. Hát már figyel a Mikulás, igen. 5 éves a fiam, amikor szépen, akkurátusan elkezdem felpakolni a szekrény tetejére a Batmanes legóját, akkor varázsütése megszedi tőle. Ez jó. A játék elvétel. Az is egy szinte jó dolog, igen. 6 éves voltam, anyukám sietett a fürdéssel, mikor kihúzta a dugót a kádból, ezt mondta, gyere ki gyorsan, mert feljön a béka. Kiugrottam a kádból, pofára estem a fürdőszoba járólapját. Feljön a béka. Jenny, René küldte nekünk, köszönjük. 5 éves gyerekek soha nem húzott papucsot otthon. 100 rászólás után mondtam neki, ha nem húz, akkor ráragasztom a lábára. Aztán festőszalaggal körbetekerem, abban aludt utána, csak ránéztem, és már ugrott is a papucsba. Attila küldte. 3,5 éves kicsfiam elég bakacs, de már 4 hónapja működik az, hogy ha nem megy fürdeni, akkor azt mondom neki, hogy csak forró vizet engedek be, és ő bele, és ő lesz a teafilder. Már indul is fürdeni. Robi küldte nekünk. A gyerek nem akart aludni, sokáig próbálkoztam alvásra kényszeríteni, nem ment lámpa, felol, tévé bekapcsol, felhangosít, és mondtam, hogy ma nincs alvás egész éjjel. Megijedt és könyörgött, hogy aludjunk, 5-6 éves volt. Ez nem rossz. Igen, hogy teljesíted, amit kér, nem igen, akar aludni, nem akarsz, nem akkor tévézni fogsz. Oké, de akkor reggelig. Nincs alvás. És nyilván 2 perc. Kicsit kemény, de jó. Nálunk anya összeveszett a 4 éves Bendével, mondta neki, hogy ha nem fogad szót, fogd a kis hátizsákot, és keresd magadnak jobb szülőket. A fiam eltotyogott, majd hozta a kis hátizsákját, kiúzta a cipzárat, belenézett, majd megszólalt. Á, ebben sincsenek jó szülők. Petya 974 küldte nekünk. Minden után a legjobb, ha nem csinálsz semmit. Azt mondod a gyereknek, oké, nem érdekel, csinálj, amit akarsz, és ott hagyod. Ettől olyan mértékben lefagy, hogy megcsinálja, amit kell, mert elmúlt a jelenség, aminek ellen kellett és lehet állni. Persze csak ritkán bevetni, hogy ne kopjon el ez a lehetőség. Többször betettem ruhástól a fürdővízbe, ez annyira kiborította, hogy 1 hét után magától tépte le a ruháit. Most 7 éves, Szilvi küldte nekünk. Ez se rossz. És akkor meg is van a mosás is. Kicsit átöblíted a gyereket ruhástól. Előmosás. Előmosás. Igen, nálunk az elektromos sokkoló mindig működik, ha a gyerek nagyon iszcizik. Kaptuk ezt is SMS-ben. Szilvi vagyok, Tiszaújvárosból. Nekem 7 éves fiam van. A lefekvés problémás dolog nálunk is. Én hagytam egy ilyen feladott alkalommal később lefeküdni. Reggel 15 perccel korábban ébresztettem. Mondtam neki, hogy ugye, megmondtam, milyen fáradt leszel. Sajnáltam, de abszolút megérte. 14-12 évesek a gyerekek, ha jön a hiszti, mehetünk a hideg víz alá. Csak annyi történt, hogy felkaptam a gyerkőcöt, és hideg vízzel megmostam az arcát. Ez mindig bejött. A végén már csak emlegetni kellett a hideg vizet. Aha. Ez persze csak a kisgyerekeknél megoldás, kamasszal nem megy. Hát igen. Ott már nehéz. Többet felkapod az 50 kilós gyereket.
Igen. 7 éves a gyerekünk, ha a férjem nagyon mérges, akkor annyit szokott mondani, minden kedvezmény meg lesz vonva. Tündikülte nekünk. Az én szófogadó gyerekeim 14 és 12 évesek, semmi nem működik. Én magamban számolok a túlélésért. Egy időben működött a rossz anya színjáték, ahogy ők viselkedtek, úgy tettem én is. A kiabálás semmit nem segít, ők is ugyanígy fognak kommunikálni. Még pár éves kolesz, addig számolgatok. Tökéletesen egyetértek veled, sorstársam vagy ebben. Hogy pár éves nem, hogy gyakorlatilag semmi nem működik. Ja. De te is akkor egy vidéki egyetemet néztél ki a lány gyereknek, mi? Nem, külföldi. Külföldi bentlakásos. Igen, külföldi bentlakásos, másik kontinens. Az első fél évben nem hazajövős. Igen. Nem meglátogatós. Kicsim, tudod, hogy drága a repülőjegy. Szigorú. Szigorú. Kemény. Közben otthonról elköltözős. Eltűnős. Eltűnős. Telefonszám megváltoztatós. 4 és fél éves kislány nagyon huncut, de ha nem csinálja meg, akkor 3-ig számolok, 2-nél minden működik, nem tudom, mit fogok csinálni, ha egyszer eljutok 4-ig. Balázs küldte nekünk. Ez is jó. Igen, hogy 1-2-3, mi történik a 3-nál? Uh-huh. Nálunk is ez működik, nem jutottam el még 3-ig, de ha egyszer el kell jutni, mit csinálok? Azt mondom, hogy 3-ban leszel. És előbb-utóbb egyébként a Benit is el fogja kezdeni érdekelni, hogy vajon akkor mi történik? Igen, nézzük már meg egyszer, hogy majd nem lehet belőle. Azt üvöltöttem a nagyobbik lányomnak, mikor 10 éves volt, hogy amíg az én házamban laksz. Erre azt mondta, ez nem a te házad, a Jánostól béreljük. Tök király. Magas gyerek. Igen, aztán próbáltam, amíg az én kenyeremet eszed mondattal megfegyelmezni, amire simán kirögött, hogy ő nem eszik kenyeret. Igen, az ugye, hogy hogyha már egy kicsit nagyobb vagy. Ilyenkor engem elborul az agyam, és mondom, hogy megint nem a lényeget érted belőle. Nem, kit érdekel az, hogy ki a kenyér, vagy hogy ki veszi. És erre egy idő után azt fogja mondani, hogy nézd, apa, ha érvelsz, érvelj jól. Igen, de most nincs logika az érvelésedben, apa, az a helyzet. De van benne. Csak ő nem arra gondol, érted? Tehát ő ezzel leragad ezen a kenyér problémán, ez állunk is. Nem, valójában ő kristálytisztán gondolkodik, de érted? De nem ezt kell lássa benne. Túl intelligens, túl okos a gyerek ahhoz. Ahhoz, hogy megértse azt, hogy itt most nem a kenyér a probléma, hanem az, hogy azt a másik problémát, amiért ezt elővettem. Apa, hányos volt anatómiából? Nem elejényeget fogod meg! Te nekem a Benny 5 vagy 6 évesen közölte, hogy ez az ő háza is, mert hogy ő már ide született, mi meg csak ide költöztünk. És hát mondom, azért még nem kérjük ki a tulajdoni lapot és írjuk át, de hogy mondta, hogy hát van benne logika. És tök jó. Mi csak ide költöztünk, de már ide jött. Ez az ő házad. Figyelem kell azért 18 évesen, ne úgy ébredjek, hogy nincs semmi. Semmim nincsen, mert a gyerek kiforgatott egy perc alatt. Költöz, fater. Ez konkrétan már ezt elmondta így, hogy lehet itt szórakozni, de hogy ez innen ő nem megy el. Tehát már most tulajdon jogot formált arra. Igen. Nagyon. Törvényes örökösként. Anya, nem haragszik rám ebben a pillanatban, és ez egy közösen szerzett vagyon. Csak a fel a tied, apa. Igen. Ne felejtsd el. Uh-huh. Igen, ismerem a BTK-t, PTK-t, mindent. Abszolút felkészültem. Én megmondtam a gyereknek, ha nem jól viselkedik, nem megyünk sörözni hétvégén. Petika 34 éves, de nagyon jól működik. Azt mondja, hogy begurítottam a kosárlabdát a fél évig épített legóvárába. Vannak azért könyörtelenebb megoldások. A szülő gurította be? A szülő begurította a legóvárba, igen. Igen, nem mész fürdeni, ne nézd csak. Igen. Szódaspritz, nálunk ez működik, csak egyszer kell lelőni a gyereket, utána elég célozni. Uh-huh. És meg ilyen buzogányos küldte nekünk. Nálam bevált a számolás, egyszer megcsináltam, hogy 3-nál pohár vizet öntöttem az arcába a gyereknek, most már csak számolni kell, kezemben tartani a pohár vizet. Orsi érte meg nekünk. Ez arcon önteni a gyereket. Igen. Ezzel a vízzel vigyázni kell, meg ezzel a letusoljuk hideg vízzel is, azt mondják a szakemberek. Mert? Hát mert hogy egy örök életre megutálja a vizet, félni fog tőle. Nem fog fürdeni? Nem mer majd bemenni, úszni például, nem fog tudni megtanulni rendesen úszni egy ilyen trauma miatt, hogy a szülő hideg vízzel. Tisztán is szavort. Az meg nem baj. Az nem baj. A bröcsöt életre meggyűlöli. Azt nem lehet meggyűlölni, az más. Nálam ez a telefon megsemmisítés, ez járt mindig az eszemben, vagy jár mindig. Hát az nálatok már az egy jó eszköz lehet. Igen, hogy onnan, és kivenni a kezéből, és akkor ilyen széttaposni a sarkammal, és szétütni az ökrömmel, jó, és mindig arra gondolok, igen, csak azért mindig arra gondolok, hogy nekem kell majd újat venni. Hát, magaddal szúrsz ki, igen. Na jó. Hát köszönjük az SMS-eket. Igen, nem könnyű. Nem lett nem bejjebb, de köszönjük. De legalább így, hogy van egy csomó sorstás, így az egy picit könnyebb. Így mindig jobb ezeket, az ember olvasás, hogy jól van. Nem? Igen. Tudod, te vagy is nem, gondolod, nem, hogy... nem, hogy jól van, de nem ő van a legszarabbul. Ugye? Mindennél van rosszabb. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Érkezett vendégünk, itt van velünk Ákos, jó reggelt! Hello, Ákos! Szevasztok! Tehát alig jövök be, már is a vágóhidról kell a híreket hallanom? Nem rólad jutott. Nehogy azt, hogy nem volt benne semmi célirány. Nem, csak a helyzetről. Nem volt benne semmi tudatos. Megjött Ákos, egyébként a vágóhídnál nagyon kell vigyázni. Jut eszünkbe! Jut eszembe. De én ezt szeretem, hát... Várjál, jut eszembe. Ő ezt szereti. Hát én kicsit, is valahol, na. Kicsit mi ide jövünk, kicsit beszélgetünk, na. Kicsit megcsipkedünk. Ezt. Azért. Vagy egy kicsit azért te is szereted. Bejött ki azt a rögtön, hogy szabáltad a CD árát. Nem az a duplája. Azt történt, mondjuk el a hallgatóknak, hogy én most egy fogpiszkálóval fogam között vagyok kényszerű itt ülni. Mert a Feri meghallott, hogy nem volt időm reggelizni, hogy hozzátok jövök, és akkor mindjárt hozott egy megmondom őszintén, hogy eszembe se jutottál, ahogy hoztam nem, a reggelit. Én azt hittem, párás szemekkel fogok most hálát mondani neked az ország nyilvánosság előtt. Hozom reggelit. Jó főz a Ferina. Jó, egy kis korpiszkálót, annyira jó főz egyébként. Voltak összevágva, de nagyon jó. Hát honnan tudod? Hát gondolom, hát aki így főz. Azt mondják egyébként, hogy aki nagy vehemenciával főz, aki nagy ízeket használ, tehát egy szakásról meg tudod mondani, hogy milyen az ágyban. És ez a nőkre ugyanúgy igaz? Tehát a jól főző nő jó az ágyban, és a jól főző pali jó az ágyban, igen? Na jó, hát tudod, ki jön hozzátok lemezt bemutatni. Nem, mi lesz, hogy megdumáljuk azt a szó. Ha már most megsértődsz, mi lesz 40 óra múlva, amikor már tényleg sértegetünk. Az is tök fontos. Hogy van ez? Hogy tehát ha a nő jól főz, egy picit léci Ákos. De most nem én. Pont, hogy nem én, hanem ugye a nő. Na. Kivárjuk. Jó főző nő, az jó az ágyban, vagy ő jó az ágyban. Hát nem feltétlenül. Az íneim egyáltalán nem tud főzni. Ellenben. Igen? Szomszédok is rájutnak? Ha hallod. Na, mi ezt megbeszélünk? Honnan volt a kolbász, arról beszéljünk. Békés Csaba. Nem mindegy, ugye annyit csomagoltál abban a nemzetben, hogy... Figyeljük sajtot is, figyeljük. Egy kis sajt, egy kis kolbász. Az furán, hogy fejhús nem volt, de mindegy, köszönöm szépen. Az ott van a nyakadon. Ákos, csak az érthető beszéd miatt megvárom, amíg kiválogatod, hogy utána... Tehát, hogy most már jók a fogközők, igen. A fogorvosok ajánlásával. Abszolút megvárjuk, tehát van időnk. Van időnk. Most miért visszavetted, hallod, láttad? Visszacsomagolta a CD-t. Azt mondtam, hogy ezekhez nem jövök. Oda lemezbe belém rúgnak, akkor hazaviszem. Ne, odaadta, behúztuk a dalt, és viszi el. Mi nem gondolod. Egyet nyomtatok? Már úgy sincs CD eladás. Ma úgy vagy nagyon kis példászámot szabad csak nyomni. 10, mert nagy a család. De egyébként talán el lehet mondani, hogy amikor a gyártól megrendeltük a példányszámot, akkor visszakérdeztek, hogy mennyi, mint a reklámban, mert hogy mostanában nem volt ilyen. De hát viszonylag jók az előrejelzések, azt mondják, hogy van ember, aki várja ezt a lemezt. Elővételbe arany, mint az összes Pozsó. Bejelentkezett a Tesco. Természetesen, hát szeretnénk a nagy elődök nyomába lépni. 50 ezer elment, nem, csak 10 ezer, 40 ezeret visszaküldtünk, mert bizományba vettük át, tudod. Így volt gyorsan mindenkinek 100 ezerre. A tincset növesztem, ennyit tudok mondani. Szóval, ja. Mit mondjak, hajnalban nézem a, hogy mondják ez a közösségi oldalunkat, és akkor ott vannak emberek, hogy azt mondják, hogy nem tudunk aludni, várjuk, hogy már hallhassuk, stb. Tényleg? Csak van, aki letölti a zenárgázból. Nem szólsz a rokonoknak, hogy ne írogassanak? De nem szólok nekik, hogy írogassanak, hogy legyen mire hivatkozzak a reggeli műsorban, ugye vagy? Szóljál a családnak, hogy gyerekek, értem, hogy nagyon kedvesek vagytok, írjatok. Aludjatok! Semmi gond. Bocsi gyerekek, nyomjatok már egy lájkot a telón. Elalvás előtt egy lájkot a pucinak. Megyek a klasszba, valamit írjatok a falra, gyerekek, ez így nagyon... Így, ez így nagyon ne pörög túl. Krisztál menedzser, igen. Na mi újság van, Ákos? Minden oké? Okay? Amúgy mi a helyzet? Amúgy történt valami veled most? Most kérdezzük, hát most beszélj. Most te látod, mi van veled? Mi van veled, Ákos? Semmi? Semmi, hogy vagy, sehogy. Mit hoztál? Hoztál valamit? Még egyszer. De még egyszer bejöttem hozzátok. Igen, most ez a kérdés, hogy mit jelent ez a cím, hogy még egyszer utoljára, vagy hogy újra meg újra. Én az utóbbira szavaznék. Nejem egyébként teljesen kiröhögött, amikor a lemez körüli utolsó sürgölődéseket eszközöttem, nem aludtam, nem ettem, mint ahogy azt teljesen, te azt hiszed, egy régi világban élsz, azt hiszed, hogy még vannak emberek, akik lemezt tesznek. Milyen kedves a nejed azért, hogy ezzel nem, az útra valóban engedett. Mindig a realitás talaján áll, és nagyon helyes is, hogy van egy ilyen racionális ember a családban, és így gondoltam, hogy tök igaza van, de én nem tudok másképp. Tehát borító, klipforgatás, tehát egy olyan, hogy mondjam, egy másik világnak a
őskövülete vagyok én, amikor volt ennek értelme. És az igazság az, hogy a közönségünk egy jelentős része ezt vissza is igazolja, hogy ők is ragaszkodnak még. Eleve, hogy album. Mi értelme van 2015-ben albumot kiadni? Ráadásul egy fizikai hanghordozón és egy olyan körítéssel, ahogy mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt adtak ki lemezeket. Ma egy-egy számmal jönnek ki emberek, fölpakolják a YouTube-ra, azt jó napot kívánok, és azzal hangnéznak egész évben. Mi meg egy tök más étosz szerint működünk, és bár teljesen észszerűtlen, mondhatjuk talán a korszerűtlennek is, de van visszaigazolásról. Hát abszolút, te mondhatni rólad, hogy te egy ódivatúpani vagy, és nem csak az öltözködés. Picit soros, így beszél a feleségével, nem, amikor megkérdezte, és így ezt így elmondta neki, nézd, kérlek. De tegeződik már. Még csak 28 éve ismerem, úgyhogy... És mi volt egyébként az ő konklúzió, mi volt? Mindegy, nekem így csinálsz, csak megvegyél a 2 hét Dubrovnik minden évben. Ráhibáztál, hasonló a dolog, de nem, természetesen az van, hogy szegény ugye végig asszisztálja a gyerekekkel együtt, amikor a úgynevezett alkotói folyamat zajlik. Tehát nem Dubrovnikban, de Horvátország egy másik részén, vagy Közép-Dalmácia egy másik részén, ők már hallgatták a demókat, és azért most nekik is izgalmas talán kézbe fogni a lemezt, ami elkészült, mert egy csomó dalt ott írtam persze a közös. Mindjárt beszélünk a lemezről is, de ha már nyaralást, az a klasszikus nyaralós, hogy fölfújod a gumimatlacot lábpumpával, mész. De hallod, demókat csinál kint is. Erre az, hogy milyen a demó, mindjárt erről beszélünk. Fogod a kis matracot a kocsi tetején, fújod a kék színű pumpát, nézd, nagyon bevetődsz a matracra. Mesélj egy kicsit erről. Megtörtént történetet, based on a true story. Ákos abszolút hagyományos apuka, olyannyira, hogy elmegy a Fezen, a Fehérvári Zenei Napok fesztiválján fellépni, 11-től hajnali 1 óráig ugrabugrál a színpadon, majd lejön a színpadról, már ott vár a 4 gyerek, kissé laposakat pislogva, a nyuci, a kis busz segén lógnak a biciklik, apuci beül, és elindul a Spliti komp irányába. Na most csak azt hagytam ki, hogy augusztus van és szombat, és akkor egykor lejöttem a színpadról, előtte is egy elég intenzív napom volt, ilyen magatok fajta sajtósok boldogítottak, hangbeállás, kutyafüle, mákos tészta, és elérek a Spliti komphoz, de ott már 3 órát álltam a határon, akkor mint 1 órát álltam egy kifizető kapunál, és úgy egy kicsit úgy ment le a gyújtás, tudjátok, amikor rá bólint az ember természetesen a megtartott maximális szabályos sebességnél, egy ilyen 150-170, így rábólint az ember a kormányra. Mögött a 4 gyerek okosan. De azok alszanak úgy, hogy nem látják, nem félnek. Tényleg. Ilyen cseh, szlovák és lengyel hasonlóan álmos apukák autóit áttévedő, a sávunkba áttévedő autóit kerülgetjük. Megérkezem Splitbe, ahol 2,5 órát vártam a kompra. Egy olyan autósorban, amiből se előre, se hátra, se oldalra, se fölülre, se alulra kiállni nem lehetett, halkan lekéstük a kompot, és akkor választhattam, hogy várok-e 10 órát a következő kompra, vagy visszamegyek az autópályára. Vagy visszamegyek a Fezenre még egy ráadásra. Ott már nem vártak engem, mert addigra valami heavy metal együttes tekergette a haját, szóval a lényeg, hogy alig 16 óra alatt meg is érkeztünk a célállomásra, ami egy ilyen koncertes, kimaradt éjszaka után egy kicsit fura. Tehát ennyit a hagyományos apai. Te viszel gitárt mondjuk a nyaralásra? Tehát vannak ilyen szituációk, hogy bent prüntyöksz az apartman, hogy hello, csak abba a sűnbe léptem! Mi van életben már, hogy is? Na most ez inkonkrétó ízai. Tehát most gyakorlatilag nem tudok semmi olyat mondani neked. Viszek gitárt, most is vittem. Van ilyen? Muszáj volt. Csak van olyan, hogy apa, nem jössz a partra? Nem, mindjárt megyek. Vált a kép, szürkület. És abba még mindig a kéglibe benjózik, és a gyerekek már elmesélik, hogy sűnbe léptem, de ki jött. Igen. És még mindig a muszti dobai gitáriskolát viszed magadra? Azt nem kell, mert abban mind a 6 akkordot már használtam. De egyébként az szükséges, tehát a karrierem alapköve. Sőt, mi több, én kaptam levelet a szerzőktől, hogy örülnek, hogy sokszor emlegetem őket, adjam már oda a Hello kottáját, hogy hagyd tegyék bele. És nagy örömmel adtam. Hát nektek is megvan, csak más a címe. Hát persze, ugyanis ugyanabból 6 akkordból elég sok minden. Az a művészet. Világirodalomban, igen. Ezért vagy művész. Te miért vagy művész? Nincs. Janikám. Okay. Hogy azért egy-két komoly dolgot is kérdezünk, ha már voltál ennyire rendes, és bejöttél. Mit szólsz, hogy azt vagyok botra? Ugye, új dalod címe, még egyszer, ami engem a leginkább érdekel, hogy kongázik-e benne intim. ahogy ezt a zenekarunk hagyományos felállásra diktálja, igen. Tehát végre hosszú idő után intim kapott egy szólót. Jól van, 18. magyar szólóalbum. Hát azért ez hajjal meg kinőtt közben. Az egy nagy szó azért, a 18. Hát ez úgy, hogyha elég eleget vagy jelen, és a közönség mondjuk megtart, nem dob el, akkor
óhatatlanul, vagy akaratod ellenére is vannak ilyen számok, évfordulók időnként 10 éve, 20 éve, 30, 40 éve jelent meg valamilyen lemezet, tehát egyre sokasodnak a jelek, ezek a az útmenti mérföldkövek, hogy előbb-utóbb, mit tudom, 10 éves lesz a 10 éve korábban, meg ebbe a műfajban ez mondjuk nem annyira gyakori talán, vagy csak az ilyen kivéhet matuzsálemeknek jut ki, mint nekem. De csak azért beszélhetünk arról, hogy ez a 18. lemez, mert még mindig van ember, aki várja ezt az albumot. Ha ők nem vonnának, akkor valószínűleg én sem lennék itt, és beszélgethetnék. Akkor már te is csak intivel. YouTube-ra dolgoznál. Csak azért beszéltünk arról, hogy ez a 18. Elávol 17. Következő kérdés? Én erről nem tehetek, tisztelt bíróság. A szabályok ismerete nem mentesít a betartás alól, de én nem tudtam, kérem. Nem úgy indultam neki. A Best of játszik már Ákos dalt, Feri? Egyszer megpróbáltuk, de nem tudtuk leszedni. De mi volt? Aljas. Nem túl bonyolult volt. Annyira bonyolult volt a gitárszóló? Annyit mondanék, hogy én a Born to be Wild-ig szoktam ráérni. Tehát ilyen rockbulikban. Mindig de az kérdezik, milyen jó maradsz? A Born to be Wild. Az nálunk a végén van, úgyhogy hát akkor végig kell hallgatni az egészet. Igen. Egyébként a koncerten érzed, hogy vannak akik ilyen 18-asok, vagy a 40-es családosok, akik mennek? Hát azt ugye, kell mondanom. Ugye is együtt öregszünk kicsit a hallgatóinkkal, bár reméljük azért bevonunk egy-két újat, de te hogy látod, hogy azért a fiatalok is nyitnak, jönnek, vagy ahogy te, ugye az ember öregszik, öregednek a hallgatók hát is. Hát mind a kettő igaz, tehát furcsa módon felfedeznek minket a fiatalabbak is. Most éppen legutóbb Szegeden játszottunk egy nagy ingyenes rendezvényen, a Tágastér Fesztiválon, és tehát a közönség, ugye van ez a vicc, hogy van, hogy nagyja tőlem, az apraja meg a nagyjától, tehát itt a... Még szerencsé, hogy nem ebből kell megélned azért, hogy... Hát ezért hogy vannak itt képességek, de a lényeg az, hogy egész fiatalok is vannak, igen, van az a korosztály, aki végigkísért ezt az elmúlt 27 évet, most már 27-28 évet, és vannak tök új emberek is, akik felfedezik maguknak. Minden egyes fesztivál fellépés után kaptam olyan visszajelzést többet is, hogy ez volt életem első Ákos koncertje. És, de nem az utolsó, aminek egy nagyon klassz visszajelzés, ez azt jelenti, hogy minden fesztivál fellépésünk, vagy tulajdonképpen minden koncertünk az első előadás. Hát vagy több agyvérzésen volt túl lesz. Mert hát az is lehet, hogy egy kicsit feledékeny, de azt kell gondolnom, hogy ez őszinte visszajelzés, hogy ez egy nagy dolog, hogy mondjuk lassan már 30 éve lehet az ember debütáló első lemezes, és minden koncertre úgy lehet fölmenni, hogy lesz valaki, aki először lát, és ott vannak, akik már egymilliószor láttak, azt a színvonalat hozni kell, amit mondjuk ők kvázi rögzítettek meg, szoktak, elfogadtak, és biztos lesz valaki, aki most először lát, aki megnézi, vagy a nem tudom én negatív kritikáktól vezérelve jön oda, hogy egy kicsit megnézze, mire képesek ezek az emberek, akiket leprofiztak, lekutyáztak, lemacskáztak, és kiderül, hogy mi is emberek vagyunk, és hogy van egy produkciónk, ami hat a közönségre eddig így volt, vagy legalább az idén elmondhatjuk ezt, és akkor mindig kapok olyan visszajelzést, na hát, ezt nem tudtam, jaj, de jó. Szóval igazából az éri meg, hogy van egy gárdája az embernek, aki várja a lemezét, meg hogy mindig van egy ilyen frikció, egy ilyen piszkálás, hogy mindig jönnek újak is. Tehát én ennek nagyon tudok örülni, ezt nagy becsbe tartom tényleg. Tomi írja, hogy jó volt a szegedi koncert, pont amit említettél. És az a fura, hogy ott ez már második szegedi bulink volt egy hónap alatt, mert egy hónap alatt korábban a szegedi ifjúsági napokon játszottunk a fesztiválon. Tehát ez egy fura esély volt a sorstól, meg a Tágastér szervezőitől, hogy egy hónappal a nagy bulink után, hát ezzel a nagy bulival ugye viszonylag ritkásabban lehet menni, egyrészt mert nagy, mert drága, mert költséges, meg látványos, ez lényegében, most bocsa szólja, de kicsi az ország, és akkor vissza tudsz menni ugyanarra helyre egy hónappal egy nagy koncert után. Meg még egy fél év múlva is korán szokott lenni, és most kaptunk erre esélyt a szervezőktől, a sorstól, a közönségtől. Esős, vacak, düster idő volt ilyen. Düster? Ilyen nyálkás, németes, nem voltál? Vedd elő a szótárszal, segítsd. Nektek Dacia Duster, Jani. Ja, tényleg Duster, neked Duster. De sokba fog ez kerülni a forgalmazónak? Na mindegy. Nem. Ők csak ezt így érvezik. Na olyan, mint az autó. Na mindegy, szóval nem volt jó időnk, és ennek ellenére kitartó szép közönségünk volt, helyesek voltak. Rengeteg kép van a neten erről az oldalunkon, is érdemes belekukkantani. Miért a Bánfalvi van hátul a vizéken a zenekar fotón, amikor ő a legjobb képű a csapatból? Hát ezért. Nekem erre nagyon vigyázni kell, hogy eleve úgy van a castingolva a zenészek, hogy nagyon jó képű ne legyen, és azért valahol a lepe mindig ott van a közelemben, hogy ellensúlyozzuk. A szép tégla szakállával. Tehát most szerintem elég pofás a zenekar, ugye most lassan
másfél éve játszunk ebben a felállásban, kvartettben, Bánfalvi Sanyi a dobos, Lepés Gábor billentyűzik, Hauber Zsolt egykori vonalzás alapítótársa, a másik billentyűs, ő írta ma megjelent Még egyszer című lemezre a zenék többségét, két dalt a lepejegyez zeneszerzőként, két dalt jó magam, az összes szöveget magam írtam, 13 új dal van rajta, köztük olyan számok, amit már ismerhet a közönség, ilyen az Igazán, amely lassan már 3 milliós nézettséget eléri a YouTube-on, vagy a programadó Újra kezdhetnénk tavalyról, és hát vannak rajta olyan számok is, amiket korábban nem lehetett hallani, szerintünk egy valami erős anyag. Úgy is mondhatnám, hogy ilyen módon csapatmunkában nagyon régen dolgoztam. 3 millió az nem rossz egyébként, akkor már mindjárt lenyomod Lalit a Zia Napol Budapest. Hát azt akar, hát én erre tudok büszke lenni. Kis grófónak még nincs félnivalója. Különösen azért, mert mi nem használunk, hogy is mondjam, csak segédeszközöket. Tehát ez egy valós nézettség, mert kíváncsiak is vagyunk, hogy hányan nézik. De hogyha nem volna 3 millió, vagy nem tudom, az sem olyan nagy baj. Ha most ez, hogy ez erre vergődött, erre a számra, ennek azért tudunk örülni. Azért ez egy szép szám. Na, meghallgatjuk a dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést. Jó, úgyhogy egy vadonatúj Ákos dal. Itt a Morning Show-ban még egyszer a dal címe. Meghallgatjuk, aztán jövünk a dal után. Morning Show dal premier. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ákos hírei után beszélgetés Ákossal. Aztán hírek Ákossal. A játékban Ákos zenéje, dalpremier, a reklámokban Ákos turnéja. Ez kettős dolog, hogy híres Ákos. Híres Ákos, igen. Aki a híreket olvasra. Ezt ketten is magatokra vehetétek, igen. És a Mihályok mehetnek a sunyiba? Neked a smafuk a Mihályok? Nekem nem. Egy Ákos a Mihály, csak úgy mondom, és nem véletlen Szent Mihály napján jelenik meg ez a lemez, ha már itt tart. Hoppá! Hoppá! Na, jó van akkor. Na, ha ezt kitalálod, hogy miért? KDNP-seket is. Innen puszíjuk, igen, azt a kérti. Na, vendégünk Ákos továbbra is. Hello Ákos, jó reggelt. Hát, ha valaki most kapcsolódott be, és a feles... Köszöntöm a hallgatót. Hírek előtti részt nem hallotta. Most ült be a kocsiba, ugye hirtelen nem tudja, hogy miről van szó. Adjuk mindenki meg a tudja, keleteket. Hogy a kicsi gesztenyéről van szó. Igen. Mindenki tudja, hogy igen, a titkos üzenet a kicsi gesztenye. Így van. Valaki esetleg nem tudná, Ákos egy híres énekes. A híres, A híres Ákos énekes. Na, mutatál itt nekünk a dal alatt valamit, ami szenzációs, hogy készült a dalhoz egy klip is, ami 360 fokban készült, ez egy új technika, és az ember fog egy telefont a kezében, balra-jobbra elhúzza, és ha mondjuk nézi a dobosotokat, de téged akar megtalálni, akkor kicsit balra mozgatja a telefon, és ugye mint egy kamerának... Nézelődik a klipben, mint ha benne lenne. Megválaszthatja, igen, a képirányt is megnézheti, hogy mit akar fölülnézni, alulnézni, téged nézni, a dobos nézni, vagy bárkit. Ez egy baromi jó dolog. Ezt megnéztem, mint az ember 5 évesen így forgatja, és járkál a klipben. Ezen mi is így vagyunk, akik csináltuk ezt a klipet, hogy mit az 5 évesek nézelődünk, és ezt az egész technikát most tanuljuk. Baromi izgalmas dolog, ugye, mert a nézőpontját ugyan nem választhatja meg a néző, de a nézés irányát azt megválaszthatja ebben a klipben. Ugye most úgy muzsikáltunk, hogy négyen körbeálltuk ezt a kamerafűrtöt, amivel ezt a térhatású 360 fokos képfelvételt készítik, és érezheti úgy, aki nézi ezt a klipet, hogy körülötte játszik a zenekar, és ő választja meg, hogy mit néz, mi érdekli őt a képsorok között. Most erről igazából egy kicsit a rádió, a tévé, nehéz így, a tévé, persze, a rádióban című, tehát ezt meg kell nézni. Ha valaki, akkor te ezt meg tudod oldani. Nagyon igyekszem, csak most úgy éreztem, hogy nem sikerül. Tehát arra buzdítom a közönséget, hogy nézzem majd rá erre a klipre. Az igazi élményt egyébként nem csak a videó, nem a videó megosztó adja, ott is meg lehet nézni. Nem csak a telefonos lejátszás adja, hanem amikor a telefont ebbe a VR, azaz virtuális valóság, virtual reality headsetbe, egy ilyen szemüvegszerű cuccba beleteszik, akkor tényleg olyan, hogy megszűnik a külvilág, és az ember belekerül egy virtuális térbe, és abba tud nézelődni, és amerre a fejedet fordítod, arra nézel. Tehát ezt csak használat közben lehet jószerével, teljességgel megérteni, hogy miről hablatyolok itt. Erre mód lesz a mai ünnepélyes lemezbemutató eseményünkön, vagy inkább úgy mondanám, hogy premier estünkön, és mód lesz majd
annak a cégnek a bótjaiban megtekinteni, aki ebben segített nekünk, pontosabban aki meghívott erre a feladatra, mert én magam nagyon keveset, szinte semmit nem tudtam erről a technológiáról, mielőtt ez a megkeresés érkezett volna. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezeket te kutatod, vagy megkeresnek, vagy nézed folyamatosan, hogy milyen lehetőségek vannak, miben lehetne újítani, miben kellene újítani, vagy megtalálnak, hogy van egy ilyen technikákos, forgasd le így a klipedet. Hát ez most egy megkeresés alapján történt, ezt nem én kutattam föl. Korábban voltak olyan innovatív megoldások, amelyeket mi forszíroztunk, és mi akartuk megtanulni, mondjuk annak idején 15 évvel ezelőtt a kétrétegű DVD az egy vadonatúj technológiának számított, ma már röhögünk rajta, de az, hogy 9 GB információt préselni egy lemezre, és annak a formátumnak a minden csinyát, bínyát megtanulni úgy, hogy a sokan azért nem jártak az ember előtt az úton, az egy izgalmas feladat volt. Az első zenei magyar Blu-ray-t mit csináltuk, az is egy izgi dolog volt, hogy rájönni, hogy ez mennyiben különbözik, nem csak felbontásában, hanem mondjuk file szerkezetében a DVD-től. Tehát engem izgatnak ezek a technikai megoldások, de nem önmagukért. Én, ha most egy hülye szót akarok használni, akkor tartalomszolgáltató vagyok, tehát én engem a tartalom érdekel, és azt is tudom, hogy a tartalom az mindig új meg új formátumokon jut el a közönséghez. Tehát én ezt egy óriási jutalomnak tartom, hogy ez a 360 fokos forgatás lezajlott, rengeteg mindent tanultunk. Gondoljátok el, hogy mi abban a műfajban csináltunk klippeket az elmúlt 25-27 évben, ahol van egy nézésirány, leteszek egy kamerát, a stáb mögé megy, és amit meg akarok mutatni, az ahogy annak idején a színpadon zajlott, ugye, hogy a közönség ül a biztonságot nyújtó korlát mögött, langy sötétben, és akkor a színpadon történnek az események. A film sokáig ennek leképzése volt, hogy a kamerának van egy nézésiránya, a rendező eldönti, hogy mit akar megmutatni, és a közönség azt a nézésirányt nézi. Ez az első olyan formátum, ez a 360 fokos forgatás, amikor nem határozhatjuk meg, hogy a közönség hova néz. Adhatunk neki jelzéseket, hogy szerintünk mi a fontos abban a jelenetben, de ő maga, tulajdonképpen ő a vágója egy fix jelenetnek, benne van, és ő határozhatja meg, hogy melyik részletét akarja nézni a képnek, pont úgy, mintha ott állna a zenekar által alkotott kör közepén. De ez már egy másik szám. De hát ugye az már, az már viszont egy másik szintén nagyon népszerű előadó, de az attól, már egy másik világ. Attól függ, hogy jó vagy rossz barátom. Attól függ, hogy kik vitték el éppen. Nézzünk egy hét SMS-t. Nekem ma van a szülinapon, szóval köszönöm Ákosnak, hogy ezért megjelentett egy CD-t, és koncertet is ad. Boldog szülinap. A Szegedi Ákos koncert nagyon jó volt, főleg közben a spontán gitáros dobos duett, ezt Balázs írta. Tehát pedig nekünk. Olvastam az interneten, hogy nálunk semmi spontaneitás nincsen. Ez egy indexik. Ez egy cikk. Igen. Jó, hát de már annyira nem spontán, figyelj, hogy annak tűnik, érted? Én voltam több Ákos koncerten. Ne kamuzzál. Tényleg. Én ott voltam akkor. Nem, én ott voltam például tavaly az Arénában, amikor elmondtam neked, mert azóta már voltál itt interjú, hogy milyen helyes voltál, amikor a Habernak te vezényeltél, mert a Zsolti annyira izgult, hogy kellett neki kézmozdulatokkal mutatni. Hát jobban izgult, mint én, ami már és valami. Tapsolt a közösség, és mondtad neki, hogy ne kezd el, nyugi. Hagyjuk, hogy igen. Hadd örüljenek nekünk, én ott ültem. Élvezd a sikert. Élvezd a sikert. Én ezt néztem. Ez tűrd a sikert. Tűrd a sikert, és szegényben ment volna tovább, látszott, hogy teljes nálatok ez volt. Amikor én voltam, akkor meg a Sanyi dobta hátba a dobütővel, mert tudod, hogy minden előre ki van találva. Semmi nem spontán, gyereke. Hát nincs egy őszinte pillanatunk, már úgy vagyok. Szia Cimi, új lemezt csináltunk, nem is mondtad, jó ez a szám, de lehetett volna benne némi konga szóló a legelején, a trititi helyett. Akváriumban meghívott vendég vagyok? Igen, nem? Alájra sintit. Hozod a cuccot, jöhet. Ezt a régi hangzást egyszerűen nem lehet megunni. Imádom. Annyira jó arc az Ákos, bírja a savazást és veszi a lapot is. Imádom. Köszönjük, hogy vagy. Csúcs volt a szombati szegedi koncert, várjuk a lemezt, sok sikert. Na, hát és akkor a megkoronázása ugye egy decemberi aréna koncert, mint már szinte minden évben mondhatni, hát, nem? Ott zárjátok majd az évet. Ha Isten segít, akkor ez meg is valósul. December 17-én játszunk az arénában. Azt kell mondanom, hogy elég temposan fogynak a jegyek, és mindig kapjuk a visszajelzéseket, hogy ez biztos csak duma, és csak szövegelünk erről. Akkor én most szóvá tenném itt a ország leghallgatottabb rádióműsorában, hogy hát aki akar jönni, az... meg ti is, főleg Jani, te. Hát, hogy akkor
Na, szóval fogynak a jegyek. Igen, és nem szerintem... vagy Havasi Balázs, aki négyet ad két nap alatt, úgyhogy hát, mert ő, na jó, tehát mi nem vagyunk ennyire komolyak, meg ráadásul utánunk valami, nem tudom, valami ilyen szovjet-orosz produkcióban másnap, mert ugye mindenki már arra kacsingat, hogy tavaly dupla volt, akkor idén is biztos dupla lesz, de nem nézik meg az arénának a koncertbeosztását, ahol látszik, hogy másnap. Hát hozzatok elé egyet. Azt hiszem, hogy előtte is van valami. A lényeg az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz módunk csak erre az egy bulira. Ez ráadásul egy csütörtöki nap, ami sok ember számára visszatartó. Erről akkor most elmondtam, hogy milyen okkal nem kell jönni, annak nem akar. Én úgy gondolom, hogy a Még egyszer, amelyet ma jelentettünk meg, ez az album, ez egy baromi erős cucc, nagyon sok munkánk van benne. Nagyon remélem, hogy vissza fog igazolni a közönség, és ennél jobb reklám ennek a koncertnek nem kell, mert hiszen december 17-i Arena koncertünk az a Még egyszer lemezbemutatója. Tehát most egy fesztivál kompatibilis műsorral játszottunk csak nem 170 ezer embernek. A turné során egy előadásunk még hátra van. Most szombaton, október 3-án Győrött zárul a turnénk, és egy teljesen új műsorral készülünk az arénára. Tehát ott a lemez, az új lemezdalaira fogunk koncentrálni, és persze repertoár darabokat is be fogunk emelni, több mint két órát fogunk játszani, nagyon izgalmas buli lesz, és úgy gondolom, hogy nagyon fel fog pörögni a jegyeladása attól, hogy ez az album most megjelent. Annak ellenére, hogy már túl vagyunk az aréna felén, pedig nem reklámoztuk még. Tehát ezért arra szeretném felhívni azoknak figyelmét, akik szívesen jönnek erre az eladásra, hogy nagyjából mostanában kell jegyet venni. Iparkodjatok. Király vagy te, soha jegyötös. Szövosszom. Csak 10-es van nálam, nem gond? Tudsz visszaadni? Jó, azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtunk, jó? Azt hiszem 9 órakor már itt a Titus, úgyhogy vele meg tudod így beszélni. Van, oda tudod neki adni a tisztelet jegyet. Okay. Már kérte, úgyhogy igazad van. Tudom. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, csak hogy itt voltál. Valami változás, ez a négy ember lesz, senki nem változott. Azt látom, hogy a diétetikusodat még nem rúgtad ki. Ha még benn vagyok a zenekarban, akkor négyen leszünk, igen. Tehát akikkel együtt turnézni. Ákos, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy elmondottam mindezt. Köszönjük szépen. Ákosra, köszönjük szépen. Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Bódi Margó meglepő dolgot árult el nemrégiben a kapcsolatáról, és ebből szerintem lehet jó témát csinálni, mert mindenki egy kicsit máshogy gondolja, mindenkinek más fér bele, akinek van párkapcsolata, az ugye előbb-utóbb felállít egy szabályrendszert, és azt szerint működteti, és elvár valamit az ő párjától, amiben vagy belefér a megcsalás, vagy nem fér bele, vagy belefér az, hogy a férje felesége csapja valakinek a szeret, de egy bizonyos ponton ne menjen túl, hogy mindenki gondolkodik valahogy a párkapcsolatáról. És Bódi Margi azt mondta, hogy nyugodtan félreléphet az ő ura, nincs azzal baj, hozzájön haza. Egy jó asszony, hogy tudjuk ezt már ugye azért, Jimmy-től is. Minden megbocsát. Uh-huh. És azt kell... És hazaírta ezt a számot. Ajja, hogy ne, egyébként konkrétan. Sokszor. Azt a számot konkrétan. Érted, nem? Érted, ugye fog már te. Azt konkrétan hazaírta, azt a számot, volt nyit. Jimmy-ről azért legendák vannak. Legendák vannak, hogy csajozott. Szóval azt mondta, hogy ha egy nő szemet akar hunyni felett, tegye meg, mert a béke és a család az mindenek felett van, és abban nem zavarhat be urunk egy-egy félrelépése. Ez csak a kikacsintás Margó szerint, nem is félrelépés. Kikacsintás. Igen, a napszeg mögül kicsit Guszti kikacsint. Lehúzza Guszti, kinéz a színpadról, egyet oda kacsinti, de utána visszamegy. Egy kis kikacsintás a slic mögül. Hát Istenem, meg mikor honnan kell kikacsintani, teljesen normális dolog. Abszolút támogatom. Szó. Miért, hogyha elfogadja a Margó? Ha a Margó azt mondja erre, hogy életem ez menjél. Ez nem elfogadás, szerintem ez beletörődés. Ja, hogy ott nem is volt más választása. Hát ennyi. Neki. Ennyi szerintem. Aha. Tehát megmondta Guszti, amikor ők összekerültek. Az ő kapcsolatuk ugye nagyon... Lehet, hogy természetesnek fogta fel ezt a dolgot. Nem is csak egy sztárról van szó. Hát amikor ők összekerültek, az akkor még nem volt nagyon sztár a Guszti. Egyébként ezt nem tudom, tudjátok, hogy ő megszöktette annak idején a feleségét, mert nem akarták hozzáadni a Margót. Megszöktette. Hát ugye ők roma származások, roma családban nőttek föl, és tartják is ezt a dolgot. Azért fontos. Mert ugye, hogy ők nyilván másképp állnak hozzá a dolgokhoz, mint mi. Például ugye a Margó sose vetkőzik le Guszti előtt. Egy csomó olyan dolog van, ami nálunk teljesen normális, azt ők meg másképp gondolják. Tehát lehet, hogy ez is benne van ebben a dologban, hogy ugye azt mondja az asszony, hogy menjél nyugodtan Gusztikán. De lehet, hogy nem menne, ha egyszer is levetkőzött volna előtte. Akkor nem hagynál. Anyám, ha én ezt tudom. Akkor nem. Lehet, hogy van még bőven muníció a kapcsolatban.
Igen, hát egy egészen máshogy gondolkodnak ők a párkapcsolatról, tehát hogy teljesen más hagyományokkal, más kultúrával. Náluk ez egy bevett dolog, hogy ott a palinak azért meg lehet azt csinálni, amit a nőnek egyébként tilos. Ugye? Tehát és ezt ők tudják is, hogy máshogy gondolkodnak, tehát a pasinak több minden megengedett, mint mondjuk a nőnek. Tehát a nő az nem biztos, hogy félreléphet, viszont a pasi mehet, csak este. De nem biztos, haza. Hogy félreléphet, vagy nem akar félrelépni itt most ebben az esetben, vagy ott nem is lehet nekik? Megkövezik a nőket, hogyha ilyesmi van, és szerintem pedig hát itt sánt itt ez a dolog. Tehát, hogy az én elveim alapján azt kellene csinálni, hogy akkor mind a kettőnek meg kellene, hogy lennie a kapcsolaton belül ennek a szabadságnak, nem? Tehát, hogy amit szabad a férfinak, az szabad legyen a nőnek is. Aha, és akkor ezt megbeszélik az elején, mehet mindenki a dolgára. Aztán este megnézik a videókat. Ja, hogy videó is készül róla? Mindenki rögzítsen. Hát, miért gondolod ezt mindig ennyivel túl? Tehát, hogy van egy témánk, ami a félrelépésről szól, és te már ott tartasz fél percen belül, hogy egy kis GoPro-val a fejeden brutálisan tolsz valakit. Asszonykád is valahol ott, nem tudom, ő is, és este berakjátok a felvételeket, rákötitek így wifi-ről a számítógépre, hátradőltök, nachos tesztek, és nézitek, ki vagy. És így kihogy. Te merre voltál ma anyja? Miért gondolod ezt mindig ennyire túl? Hogy jutsz el ide, hogy videóval, egy kamerával a fejünkön lépünk félre, és egyből rögzítjük, és felveszünk, és este DVD-t cserélünk. Tehát eszembe se jut, hogy vegyük föl azonnal. Egyelőre még a félrelépésre beszéltünk, te meg már azonnal négy plánból veszed föl, és bekamerázod a szobát, és házi vágó programmal megvágod, és meg odaadod asszonykádnak. Tehát ez így hogy? Hogy jön? Nem kell megvágni, nekem jó a muszteri. Sok mindent kéne még neked kiélni, azt hiszem, mert ez eszembe nem jutott a videó erről egyébként, hogy nem rossz ötlet. Alapjában nem rossz ötlet. Hát azért én is lepülnék rajta, vagy ha azt mondanád, hogy nem jó ötlet, hiszen például a swinger party témakörét te szoktad állandóan behozni. De az más, hát nem ez volt a téma. Ütjük is otthon mindketten, de igen? Egyelőre nincs. Nem? Nincs, igen. Megkérdezzük Margot. Hello Margot, jó reggelt, itt van velünk Bódi. Margot, szia Margot. Szép jó reggelt kívánok, szeretném napot mindenkinek. Annyira kedves fiúk, annyira túlspiláztátok ezt az egészet. Hát te olyan helyes vagy, annyira csilingel mindig a hangod, én bármikor látok veled egy interjút, már attól jó kedvem lesz, hogy hallom a hangodat, hogy csilingelve beszélsz, jó kedved van. Figyelj, te egy angyal vagy. Na, mi nem gondoljuk, de mindegy. Mennyien nem tudják rólam. Fiúk, ez nem úgy működik, hogy megy egy, hát nem vagyunk mi mutánzsok, hogy megy egy férfi a színpad mögül, le a slic, kikacsint, vissza a slic, hát ilyet lovári fiúk nem csinálnak, tehát ők attól úriemberebbek, hogy ők bárhol az utcán, meg bármikor, meg bárkivel, meg ez nem úgy működik. Jó, mondjuk az utcán tényleg elég durva. Tehát ott azért senki nem csinálja, hogy az tényleg elég kemény. Na most azt, amit ti hallottatok esetleg a Hajdú Péter showjába, ugye, az nem így van pontosan, ahogy ezt így körülírják a sajtó, meg körülírja a sajtó a média. Azt kell tudjátok, hogy az összromaságnak, az össz, nem tudom, most romát kell mondani, vagy cigány, mert már én sem tudom. Ami neked jól esik, nem bánhatod. Mert az egyik megsértődik. Igen, az egyik megsértődik, néha azt mondjuk, pedig mondd ki nyugodtan. Igen, de viszont én azt szeretem, hogyha azt mondjuk, hogy cigányok vagyunk, mert végül is cigányok vagyunk. Mondj nyugodtan, te hiteles vagy. Az cigányságnak a 18-20%-át teszi ki az a kaszt, amiből ahonnan én jöttem. Ugye tudjuk, hogy vannak romák, és vannak a romák között csoportok. Amelyik csoportban az egyik nőnek vagy férfinak, amit szabad, az a másik csoportban 100%-ig lehet, hogy tilos. Nem megengedett. Te melyikbe tartozol? Én a lovári kaszba vagyok, és a legkisebbbe. Szabad? Én a 18-20%-ába vagyok benne. Akkor szabad. Tehát nálunk ezek a szokások éltek, meg élnek az én családomban. Ezt kihangsúlyozom, mert ugye most már változnak a... Na jó, de hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát ugye én arról beszélek, hogy okos asszony, ugye Jimmy Dala is tényleg szólt, hogy mindent megbocsát. Tehát te mondjuk tudod, és azt gondolod, hogy a család egysége a szent, sokkal fontosabb, hogy együtt maradjunk, hogy a gyerekek együtt legyenek a családdal. Tehát mondjuk volt olyan, hogy csak konkrétizáljuk egy kicsit a dolgot, hogy hazajött, sejtettél valamit, nem kérdeztél, okos voltál, volt egy meggyőződésed, talán be is igazolódott, de azt mondta, hogy nem kérdezek rá, megteheti, viszont hozzám jön haza. Ilyen volt. Amíg nem születtek meg a gyerekek, igen, régen, ugye ők Budapestre jártak dolgozni a fekete vonattal, ezt nagyon sokan tudják. Munkásszállón laktak.
Na most ők, ha félre kacsintottak, vagy néha megkóstoltak egy sütit, ezért nem járt harag. Megkóstoltak egy sütit? Hát egy jó sütit. Mert ugye fiatalok voltak, 18-20 évesek, és ugye Mukácsáron laktak, ott is voltak lányok, nem lovári lányok, a másik kazba való lányok, akik szintén vonattal jártak, és szintén dolgoztak, összemelegedtek, valami történt. Ugye sokan voltak, jött a pletyka haza, hogy most csak magamról mondom, és feltételezem, hogy ne sértsek meg senkit, csak önmagamat. Valaki azt mondta, hogy a Guszti a múlt héten összejött a, mit tudom én, a Rózsival, és ugye ez a pletyka előjött. Na most én, nekem ez fáj. Persze, hogy fájt, mert én is nőből vagyok, attól függetlenül, hogy cigány vagyok. Nekem is vannak érzéseim, nem kicsi. És, na és akkor én most mit csináltam volna? Ezért hagytam volna el a Gusztit. Tehát azt mondod, hogy ha egy nő igazán okos, akkor az fontosabbnak tartja azt, hogy vele van a párja, és átlép bizonyos dolgokon, vagy igenis tessék átlépni. Nem. Ez úgy működik, Balázsom, hogyha véletlenül megtörténik egy ilyen baleset, azt el lehet nézni. De szép szó. Köszönöm, hogy nem mondtad ki. De véletlen baleset. De hogyha ez folyamatosan csinálja ez a jó ember, állandóan csajozik, kijár, telefonon hívogassa, elviszi ide-oda, diszkóba jár vele, mit tudom én, hova jár vele, hát akkor egy normális lovári nő ezt nem nézi el, mert ő nem alacsonyodik le annyira. Akkor egyértelmű, hogy elválik tőle. De ha ez egyszer előfordul, akkor benyomja a szemed. Tehát a diszkóban... Na most, hogyha előfordul, ez nem váló ok. Aha. Tehát, hogyha most megcsalja az a férfi, akkor ő másnap menjen és csalja meg újra, csalja meg ő is vissza, aha, vagy adják el a házat, váljanak el, vagy osszák szét, hogy ez a lábas a tied, ez a függöny az enyém, ez a törülköző meg a anyósomé. És akkor a gyerekeket egyik hétvégén viszi a férj, a másik hétvégén viszi a nő. Igen, tehát hogy a következmények sokkal rosszabbak. A nő összeáll egy palival, aki molesztálja a kislány. Ugye? Jó, abban picit túl már nem menjünk vele. Kicsit azért túlszaladtunk a témát, mert itt már előre vetítettünk egy olyan jövőt. Na de figyelj. Biztos, hogy megtörténik, de értem, mit mondasz, persze. Ez egy lovári nő átgondolja, hogy az én kislányom, az én gyerekem, az én kis házam, amiért én dolgoztam, szenvedtem, mert ugye szenvedünk, dolgozunk érte, legalábbis az én családom, akkor most át kell értékelni, hogy megérte az a süti evés, vagy nem érte meg. Megérte azt elnézni, vagy nem érte meg. Tehát én így gondolkodok. De a mai világban már ez nem így van. Meg ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a Guszti kinéz a napszemüveg alól, és lehúzza a slicát. Tehát a Guszti egy úri ember. Először húzza le a slicát, és utána néz ki a napszemüvegben. És ilyesen veszi a napszemüveget. A Guszti az egy úri ember. Nagyon szép gyerekeket neveltünk fel. 37 éves, 35 évesek a fiai. 4 unokánk van. Nagyon szépen élünk szerelemben, boldogságban. Este még mondtam is, voltunk egy műsoron, és ott hallotta az egyik lány, mikor a Guszti beült a kocsiba, és mondta, hogy jól vagy, mama? Mondom, jól, azt mondja, szeretlek, mert ilyen erős vagy. És a nő mondta, hogy nem, ő azt hitte, hogy viccelődünk, hogy szeressük. Majd de cukik vagytok, de úgy látlak benneteket, hogy tényleg nagyon helyes. 40 év. Én szerintem, ha holnap megkívánnak Guszti egy sütit, azt is elnézném. Jaj, de helyes vagy. Margó, mi lenne, ha te kívánnál egy sütit? Akkor te kívánod meg a sütit véletlenül. Akkor egy nagy baj, de én biztos, hogy nem kívánnám meg a sütit, mert én úgy vagyok bekódolva. Ellensüti sincs? Tehát, hogyha a párod megkíván egy sütit, te akkor egy ellensütit megkívánsz, mert a csajok azért sokszor ellensütit kívánnak meg. Kicsit ellennyaralnak, ellensütit kívánnak meg, ellenbarátnőkkel találkoznak, ha elmegy az ember. Tehát... Ha ellensüti lenne, az lenne a legnagyobb aljasság a világon. Nálunk ez a legnagyobb dolog, hogyha a férfi megteszi, akkor a nő is. Na hát ez a legcsúnyább dolog. De most tőle, nem az lenne a korrekt, hogyha ő behabzsol egy almás pitét, akkor te megkívánsz egy tátra csúcs. Hát elvileg, hogyha így gondolkodunk, hogy mondjam, magyar ésszel, meg nem lovári ésszel, akkor ez lenne, amit te mondasz. De mivel én lovári vagyok, és én engem úgy neveltek, és én ezt láttam a anyósomtól, anyámtól, sógornőmtől, nővéremtől, az egész családtagoktól, én ebbe így nőttem bele. Én is megnézek egy szép férfit, mert én se vagyok vak. Látom, hogy szépen rendben van, be van lőve a sérója, jó a csukája. Ez én vagyok. Igen, jó. Hát nem is én. A, a,
a kezei ápoltak, az arcához illatos. Végignézek rá, hogy jó Isten, hogy milyen jó néz ki ez a csávó. De már mire én arra gondolnék, hogy vajon jó-e a sütie, akkor egy függöny legördül előttem, úgymond. És én onnantól kezdve már tovább nem látom. De nem mond már, hogy gondolni se lehet. Tehát az, hogy nem teszed meg, persze nem teszed meg, de még csak nem is gondolhatod. De figyelj, már van a gondolatrendőrség, nem teheted meg. A gondolatomat nem tudná senki befolyásolni, de mégse gondolok. Édesem, hát te nemet asszony vagy. Mert attól már még melegség önti el a hátamat, elszégyellem saját önmagamat. Milyen pajzán gondolataid vannak, kérdezni te saját magadról, még ez egy brutális francia krémes látsz magad. Egy idegen sajtos rollóra gondol. Na de gyerekek, ez így van szép. Aki szeret, az megbocsát. Fiam, arra gondolom, mondd ezt még egyszer. Igen. Aki szeret, az megbocsát. Na, mondok nektek záróképpen egy nagyon jó, most figyelj. Ha én szeretem a Gusztit, ugye? Neki jól esik valami, akkor az nekem fájjon. Hát akkor nem is szeretem. Istenem, ez az én elméletem, és köszönöm, hogy végre valaki ezt igazolja. Ez az én elméletem. Na most fognak írni aztán majd fűt, fát az újságok, de nem értek el. Tökre értem. Igen, én abszolút, ez már, az örül a másik. Ez már egyfajta spirituális magasság, amit mondasz. Igen, ide kéne eljutni minden párkapcsolatnak egyébként. Nem jaj, fiúk, imádlak titeket. Puszilunk, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Puszi, ciao. Szia, szép napot. A nagy gondol Osho, vagy Eckhart Tolle, vagy Dan Millman, vagy Bodhi Margó. Min azt mondják, hogy az az igazi szeretet, amit egyébként a Margó is mond, amikor két ember együtt van. Az már nehéz úgy beszélni arról, hogy ott ül a nejem. Igen. Aki erről más gondol. Aki erről teljesen más gondol, mint a legtöbb nő természetes úton módon. De Margó mondta ki a lényeget. Az igazi párkapcsolat lényege az nem a félelmen, a féltékenységen, a birtokláson alapul, hanem azon, hogyha te párod, amit a Margóson megél. Most nem Feri szemében nézzél, miközben magyarázol, hanem de ki ezt már nagyon sokszor elmondtam ezt az elméletet, de sose hallgatott egészen még. Azt hiszem, hogy most csak egy témát boncolgatok. Mert, hát ezt Margó mondta ki alapjába véve, és mindenki azt mondja, hogy a valódi szerelem, a valódi szeretet, a beteljesedés, abban nincs önfeláldozás, nincs birtoklás, nincs lemondás. Tehát, hogyha te igazán szeretsz valakit, akkor is szereted, úgy is szereted, abban a pillanatban is szereted, amikor valami olyat tett, ami neked nem felel meg. Hiszen a szeretet az feltétel nélküli, és ha ő megélt valakivel egyfajta boldogságot, nem vagyok irigy, nem vagyok féltékeny, nem bán, de senki nem tudja megcsinálni, én sem, mert nyilván rosszul esik az ember, megcsalják, de ide kéne eljutni agyilag. Örülök a te boldogságodnak, nem vagyok irigy, nem haragszom, hanem megéltél valakivel egy jót, és az nekem jó, hiszen örülök, hogy te boldog voltál. Ezt mondja a Margó is, és ezt mondják a legnagyobb gondolkodók, akik nyilván megvilágosodottak, de hát az ember ennél gyarló, meg az ember egója erősebb, és sajnos nem így működik. Nálam is így működne. Én se tudnám azt mondani, hogy igen, egy két méteres nagy darab, nagyon izmos. Feka! Érted? De ez nem így gondolkodik, de Margó mondta ki a lényeget, hogy ha valakivel te boldog vagy, akkor igazából egy beteljesedett igazán egó nélkül működő szerelem az ide kéne, hogy eljusson. Csak ez baromi nehéz, meg sem emberek vagyunk. Én csak azt nem értem, hogy az általad felsorolt szerzők, ha már ott vannak a polcunkon, Móni, miért nem olvas ők? Vastagon húzna le ezeket a részeket. De most olyan. Másik az, ez egy nehéz kérdés, igen, hogy a lemondást választod, mint párkapcsolat, és megfelelsz valakinek, mert az ember nem szabad, hogy önző legyen, vagy megéled a boldogságot, és megtanítjátok egymást értékelni arra, hogy aha, bizony kell értékelni. Hát ez nem fog menni senkinek. Itt elbukuk. Ez egy nehéz dolog. Aha. Mert hogy miért nem mondod azt, hogy ha igazán szereted, akkor nem az elengedés a szereteted, hanem a lemondásod. Hanem a lemondásod, érted? Uh-huh. Tehát jogos a Viki kérdése. Tök jó a kérdés, amit kérdezem. Hogy ne rólam mondd le. Tök igazad van. Hanem mondd le arról, ha szeretsz, az legyen a lemondás. Igen. Csak ha én azt kérem tőled. De te tök jó, hogy vitatkozol, mert a Viki is ezt mondja, igen, hogy a valódi szeretet az nem arról szól, hogy bármikor azt csinálok, amit akarok és félrelépek, hanem arról szól, hogy van valaki, akiért lemondok önmagamról. Igen. De ezen is lehet egyet fordítani, és azt lehet mondani, hogy ha neked elvárásod van
azzal kapcsolatban, hogy én mit csináljak, akkor te feltételhez kötöd a szeretetedet, és azt mondod, hogy szeretlek addig, amíg te ezt vagy azt megteszed, és szeretlek addig vagy addig, amíg te ezt nem teszed meg. Ha megteszed, már nem szeretlek. Érted? Tehát a saját szeretetedet egy feltételrendszerhez kötöd. Igen, de akkor te viszont azt várod el tőlem, hogy én változzam meg olyan szinten, hogy engedjem el ezt az én gondolatvilágomat, és akkor te kérsz tőlem változást. Hogy én fogadjam el azt, hogy te félre mehetsz. Akkor te is feltételhez kötöd. Tehát itt egy, most már egy ilyen ide-oda dobáló, labda dobáló dologba vagyunk benne. Úgy sem tudjuk megcsinálni, engedd el. Sajnos nem tudjuk megcsinálni, de igen, igen, igen. Ez csak az, hogy az ő szempontjából pedig te kötöd feltételhez ugye a szeretetet, mert hogy azt mondod, hogy az a feltételed, hogy fogadja el. Igen. A feltétel nélkül szeretetet. No. Azt mondják, hogy ha szeretsz valakit, és akkor vége a spirituális 10 percnek, és utána vagy az esemesek folytatjuk, hogy ugye, ha szeretsz valakit, akkor nem bántod meg. A felvetés is rossz, hiszen annak az embernek, na mindegy, ebben már nem megy bele, mert ez már nagyon, nagyon elméleti. Mindegy. Nem érdekes. Ja. Drága hallgatók! Mikor dugtatok félre, ez a kérdés? Jó? Így van. És megbocsájtották-e? Térjük vissza a mi szintünk. Nyilván nem ez a kérdés. Ki mind néz át? Elsősorban a hölgy hallgatóinkra vagyunk kíváncsiak, hogy volt-e olyan pillanat az életetekben, amikor tudtátok, hogy igen, félrelép, de nem csinálok balét. Megbukott, de megbocsátottatok. Kinek mit kell elnéznie egy kapcsolatban? Ki mind lépett át már azért, mert azt mondta, hogy fontosabb az egység, nem akarok elválni, megbocsátom, bár nagyon fáj, de átnézek rajta. Nyilván sokan járnak ebben a cipőben, nem? Igen. Hogy elnézek bizonyos dolgokat, és nem csak férfiaknak, hát azért férfiak, nőknek is, legyünk őszinték, azért mi is sokszor kell, hogy toleráljunk dolgokat. Ki mit nézett már el az ő párjának, amikor mondjuk tudta tényleg, hogy megcsalja, miből tudta, hogy jött rá, és miért nem csinált balét. Igen, és gyakorlati tapasztalatokra vagyunk kíváncsiak, nem erre a fajta elvisíkra, amit Balázs képvisel, hiszen ő is tudja, hogy bárhogy csűri csavarja, évtizedekig marad ugyanaz a kókuszgolyó. De törekedni kell rá, hogy elérjük a spirituális magasságot, még akkor is, ha kasztrálnak. Így kasztrálnak magad ezzel? Én bevállalom, kasztráljanak. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Több hírünk is van, ami fontos, mielőtt folytatnánk a témát. Az egyik az, hogy jövő héten hétfőn lesz egy kitelepülésünk. Megyünk a 4-es metróba, reméljük akkor járni fog. Biztos jár, a 3-as metró akadt le, vagy a 4-essel volt valami. Mindegy, a lényeg, hogy hétfőn ez biztos, hogy rendben lesz. Megyünk, és 4-es metrózunk egy picit. Állítólag már sofőr nélkül mennek ezek a metrók, sofőr nélkül. Elfelejtették a sarukat berakni a kerekek alá. Gyönyörű a 4-es metró, gyönyörűen megy, szépek a megállók, hát az egyik legszebb szerintem Európában, már ami a megállókat illeti, úgyhogy megyünk, és kipróbáljuk, teszteljük a 4G-t a föld alatt, úgyhogy jövő héten hétfőn 6 órától 10 óráig megtaláltok bennünket a 4-es metró vonalán. Ha van kedvetek velünk együtt egy kicsit metrózni, megnézni bennünket, velünk együtt utazni, ajándékokat nyerni, akkor hétfőn várunk mindenkit a 4-es metró valamelyik megállójában, valahol, valamikor ott leszünk. 6-tól 10-ig, hát pontosan mikor, hol, azt ugye nem tudjuk, 12 perc, 15 perc a menetidő, jövünk, megyünk, szaladgálunk. Több kocsi van nyilván. Az egy hosszú kocsi, egy hosszú. De csak egy megy oda? Egy megy oda, egy hosszú, mint a kombinó, tehát végig lehet menni, végig tudsz rajta menni. Aha. Na jó, azért te se koptatod sokszor a 4-es metrót, ez megnyugtat. Én mondtam, hogy nagyon örülök ennek, mert életemben nem voltam a 4-esen. Szép, szeretni fogod, szépek a megállók, kultúráltak a kocsik, úgyhogy nagyon-nagyon klassza a 4-es metró. Úgyhogy jövő héten, hétfőn, 6 órától 10 óráig a föld alól jelentkezünk. Majd voltunk már a föld alatt, amikor ugye autót lehetett nyerni, és ki kellett ásni bennünket, most mozgásban leszünk. Most viszont metrót lehet nyerni, most kell lehet nyerni, metrót, el tudtok hozzánk jönni, tudunk találkozni, és rengeteg mindennel készülünk, rengeteg ajándékunk lesz. Fergeteges témák, izgalmas játékok, értékes nyeremények. Így mondanám, ha azt akarnám, hogy senki ne hallgassa a műsort. És egy 1980-as programajánló lennénk, akkor valóban így mondanám. De tényleg, hát az lesz, szeretjük. Az lesz. Úgyhogy kimozdulunk, úgyhogy ez mindig jó. Ez az egyik. A másik, hogy holnaptól átalakul majd a 3-as ugrás játékunk. Mert hogy nem 3-9-kor játszunk majd, hanem 9:30-kor, viszont 3-9-kor lesz egy beugrója a játéknak, figyelni kell majd. Még nehezebb lesz bekerülni. Még nehezebb lesz bekerülni, idézőjelesen, nyilván nem az a cél, hogy nehezen kerüljetek be.
valamit fel kell majd ismerni, holnap mondjuk, ez 9 óra előtt lesz néhány perccel, és a hármas ugrás, a jól megszokott, mégis drága hármas ugrásunk átkerül 9:30-ra. Így lehetőséget kapnak azok is, akik ott hallgatnak, és mások is, akik eddig nem tudtak, hogy játszhassanak és hogy nyeressenek, úgyhogy holnaptól már 9:30-kor lesz majd, 9:10 előtt pár perccel lesz a hármas ugrás. Viszont 9:45 után kell hallgatni a műsort, hogy megszerezzétek a beugrót magára a játékra. És 9:30-kor meg maga a játék. És 9:30-kor pedig maga a játék. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, nagyon sok SMS jött egyébként. Bodi Margóval beszélgettünk a hírek előtt, aki elmondta, hogy náluk ez egyrészt hagyomány, másrészt nekik ez így jó, ugye egy jó asszony, hát szemet húny férjehűtlensége felett. Elmondta, hogy azért ez nem arról szól természetesen, hogy Guszti folyamatosan lehúzza a slicét, majd letolja a napszemegét, vagy éppen pont fordítva, de ha esetleg, nagy Isten, ez megtörténik, akkor náluk megy minden tovább. Igen. És arról beszélgettünk, hogy ez vajon hallgatóinknál hogy lehet, ki az, aki már rájött arra, hogy megcsalják, félre ment ő is, sütizik, igen, visszacsalta, nem csalta vissza, vagy egyszerűen csak megbocsátott azért, hogy egyben maradjon a család. Nagyon érdekes SMS-eket kapunk, ahány párkapcsolat, annyian gondolják ezt különféleképpen, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Előtte valljál szint, ugye az előbb elkezdtél itt a spirituális ízét felé menni, amitől nyilván a fél ország hívjuk süteménynek. A spirituális sütizés felé, ahol nagyon szépen leírtad azt, hogy ugye a Vikinek meg kéne azt bocsátani, ha igazán szeret, hogy te félre... Nem a Vikiről meg magamról beszélek, mindegy, hanem egy kapcsolatról. De nem kell, hát nyilván mindenki úgy dönt, ahogy szeretne. Oké. Mi van, ha ő csinálná meg ezt veled? A Viki azt mondja, hogy figyelj, annyira szeretlek spirituálisan is most már, hogy saját magamat elengedtem. Befejeztem az Osó könyvet. Befejeztem az Osót. Sütizek, de annyit, hogy cukorbeteg. Igen, és egyet besütiztem. Hogy mi lenne akkor, ha a férjed... Ez nyilván mindenki gondolkodott, nem? Hogy mi lenne, hogy szakítasz, nem szakítasz? Ez a kérdés? Igen. Hogy azt vége van, vagy nincs vége? Hogyha te lépsz félre, azt a Vikinek hogy kéne kezelni? Mi van, ha ő lép félre? Figyelj, ez szerintem nagyon sok mindentől függ. Ezen ti is gondolkoztatok? Nyilván. Ti is mondjátok, majd érdeke. Szerintem függ attól, hogy hogy lépett félre, hogy milyen a minősége annak a félrelépésnek, hogy a kapcsolatotok milyen stádiumban van. Ez nagyon sok mindentől függ. Én szerintem nem feltétlen az az igazi árulás, ha egyszer félrelép. Mert akkor önvizsgálatot kell tartani. Ha egy nő lép félre, én mindig azt mondom, hogy annak oka van. A nő általában érzelmi alapon lépnek félre, pont ezért értékelik túl a szexet. A palinak mi? Egy szex, gyorsan ott vagy, szex, kész, túl vagy rajta. A nő azért értékeli túl, mert ők általában érzelmi alapon lépnek félre. Tehát a női félrelépés mögött szerintem mindig egy hiány van. Szerintem az árulás a viszonynál kezdődik. Az igazi árulás. Tehát, a félrelépés is árulás, de azt hiszem, hogy egy félrelépést, ha önvizsgálatot tartanék, és azt mondom, hogy oké, ebben én is hibás vagyok, hamarabb meg tudnék bocsátani, mint az, hogy valakivel mondjuk viszonyra van. Privizik, SMS-t ír, mert az igazi árulás, az szerintem sokkal nagyobb az érzelmi árulás, a viszony. Mint az, hogy most ő hülye volt, elment, nem tudom, és rosszban voltunk, összevesztünk, nem kapta meg, és talált egy palit, mondott neki két jó szót, és egy lefeküdt az a palival. Rosszul esne, fájna, de magamban is keresném a hibát, nem feltétlen csapnám rá az ajtót, és lépnék félre, el kéne azon gondolkozni, hogy oké, ez megtörtént, nézzük meg, hogy mi a rossz. Bezárni mindent, fölégetni, és egy csalás, felnőttek vagyunk, szerintem ez nem egy akkora dolog. Ha érzelem van benne, ha viszony van benne, ott elárulnak. Tehát szerintem onnan indul. De mit jó, és ha fölveszi az egészet, és megmutatja, akkor... Az már nagyon beteg. Bosszúból megkapom a karácsonyi DVD-t. Szóval, hogy meg kell nézni szerintem, hogy mi történt valójában. És meg kell nézni azt egy palinak is, hogy mi vezetett oda, hogy a nő félrelépjen, mert a nő a legritkább esetben lép félre ok nélkül. Tehát a női félrelépés mögött mindig hiány van. Mindig érzelmi hiány van. Mindig te valamit nem adsz meg, amit ő valahol máshol megkeres. A paliknál viszont nem. Basszus, ott jön egy kísértés, egyszer megőrülsz. Hülye vagy, nem gondolkozol, félrelépsz. Nem is kell túlérni. A nők viszont túl értékeli. Érted? Na de ha viszonyról van szó, akkor már ott is azért hát van egy komoly az hiány a kapcsolaton belül. A viszonnyal sincs baj, a viszonnyal az a baj, hogy akkor tiszta vizet kell önteni a pohárra, és azt kell mondani, hogy figyelj, viszonyom van, ez lehet, összeértem, úgy érzem, kezdek bele szeretni, legyen vége. A viszonnyal az árulás a baj szerintem, nem? Nem éreznéd úgy, hogy elárulnak? Nem az a nagyobb baj, mint hogy egy szex. Hát most egy szex, igen. Hogy kicsit rossz, karácsonyra oda is mennél. De ne legyünk már gyerekek, igen, szóval most oké, vagy két ajándék. Ja, bocs, de barom vagyok, jaj, ne. De minden így van, állatok válló?
szakító... Egy ilyen nem. Hogy értsük meg a miértjét, hogy valójában mi történt. Hát egy szelet süti nem. Zsúrtotta még csak-csak, de egy húsz szeletes. De te már cukorbeteg vagy fejben. Hallod? Az a baj, jó, te ezután... már cukros vagy, mert hallod, amit te művelsz fejben, az nagyon durva. Én most nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert ezután a beszélgetés után én nem mondhatom azt a Móninak, hogy idétik. Ma egy kicsit később megyek, mert elmegyek sütizni. Igen. Nekem már ilyen nincsen. Figyelj, te a fejben dugástól neked 30-as a cukrod. Szóval, hogy... mint ahogy sokan már belepusztultak a cukormérgezésbe, azt gondolom, minden egészséges férfinél van. De még inkább fejben, hát gyerekek, hát gyerekek alihányszor gondol arra, hogy úristen, ezt is elkap, úgy de jó. Hát ez ilyenek vagyunk. Hát a fajfenntartás, hát az élet ösztön után a második legerősebb ösztöntörtesség. Én most is reszelek, tudom. Csak az a baj, hogy közben téged nézlek, és ezért egyre jobban összezavar. De most is lemaradt. Ki az a férfi? Alatt. Minden férfi csinálja ezt fejben. Az a nő szerencséje, a pali csak fejben csinálja. Na, te mit mondasz? Lépnél? Nem. Nem? Egy ilyenre semmiféleképpen. Nem, hát annál többet... Kiteregetnél te is a szennyes azonban. Így is vagy, akkor mutatom. Igen? Akkor megmutatom. Még volt még egy? Na, akkor itt a következő. És elindulna egy ilyen kimerre, brutál visszacsal, még jobban bosszút áll. 1-1-2-1-3-2-22-21-4. És húlyos, rigulázni a falon. Ehhez kérdés. Anya, apa, nézzük csak most kijön. Anya, mit írtok a táblára? Mik ezek a vonalak? Semmit! Menj, csináld a leckét! Semmi. Nézzük az örökranglistát. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-re. Volt nejem félrelépett, ezért bosszúból felgyújtottam az autóját. Válaszként ő az összes ruhámat bedobta a kazánba. Na, ugye ilyen történetek vannak, ugye? Azért Kóbor. Érdekes. Az asszony helyében megengedném magamnak, hogy félrelépjek, ezt Barna küldte nekünk. Igen, szépen. Sok éven át vallottam, hogy menjen nyugodtan és kóstolgassa a sütiket, amíg fiatal, hiszen nem börtön a kapcsolatunk, és tudom, hogy szeret, és hogy hozzám jön haza, ahogy Margó mondta. Kár, hogy az ő kb. 30-40 sütéje után is én megkívántam egy darab fincsi habos süteményt, de az rögtön bajt okozott. Hiába nincs egyenlőség a világban. Milyen szépen írek le a hallgatóink. Ugye hát ez már a férfi ego, ami téves, hogy nekem minden, neki semmit. Nekem hát az nyilván rossz. Velem két hete történt meg, szörnyen fáj, de megbocsátottam, mert nagyon szeretem. 18 év után írta nekünk valaki SMS-ben, nem mert aláírni. 10 évig örlődtem egy megcsalás miatt, tűrtem, mert a fiam miatt nem akartam romok. Ma már tudom, hogy ez a felgyűlemlet sérelem tett tönkre mindent. Lelkileg öli meg az embert. Szép napot, Cili. Hát igen, ez is egy érdekes felvetés. Hogyha rossz és sérülsz benne és belenyomorodsz, akkor nem kell minden áron. Hát akkor ki kell belőle lépni, igen. 3 év után csaltam, beismertem, azóta eltelt 7 év, megbocsátott, lassan újra építettük a bizalmat, ami nem volt könnyű. Szörnyen bánom, amit tettem, de sokat tanultam belőle, igyekszem magam elé helyezni őt, nőként írok. Mindig ő volt féltékeny, mégis ő nyalogott a más sütijét, amit hétvégén elnéztem a 3 gyerek miatt, azóta elváltunk, ezt Kati írta nekünk. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Móni, hello Méni! Móni. Móni, igen. Na, vele mi történt, Móni? Oké, köszi. Hát 10 éve vagyunk házasok igazából, 14 éve vagyunk együtt. Hát és az ilyen 3 éve tartó dolog volt, és így először csak megbocsát az ember, mert gyerek van, ház van, hitel van, minden van. Aztán egy idő után eljöttem arra szintre, hogy nem érdekel a dolog. Nem volt hiszti, mikor elment, nem érdekelt. Mit csinál? És innentől kezdve úgy gondolom, hogy innentől kezdve nem kell együtt lenni. És ezt most mire gondolsz? Tehát, hogy félrelépett, és nem is bocsátottál meg neki? Tehát azt mondod, hogy menjen is vége? Nem, dehogyis. Nem, hát ez 3 évig. 3 évig egy valakivel, vagy folyamatosan mindig mással? Hát ez az, hogy egy valakivel. Mindig vissza ment hozzá. Azóta együtt van ezzel a nővel? Igen, mert elég fel tudtam neki mondani azt, hogy akkor el lehet innen vonulni. Aha. Még egyszer csak elvonult. Tehát itt viszonyról volt szó, nem egy megbotlásról, egy félrelépésről. Igen. Aha. Bár ő úgy gondolja, hogy semmi nem történt. 3 év alatt? Igen. Hát azért ez nehéz. Jó, figyelj, most nekem azt mondta, amikor összeköltöztek, hogy külön szobába laknak. Hát mondom, nyilván ez így eljártál hozzá. Igen, ha valaki egy nagy kollektív hazugságban él saját maga felé, azt nehéz meggyőzni arról, hogy nem ez történt. Igen. De akkor jól döntöttél. Hát igen, bár rettetesen be voltam tolva, meg be is vagyok, de hát majd megoldom. Hát persze, nyilván. Az egyedüléttől, vagy attól, hogy most hogy jól döntöttél, lehettől vagy megijedve? Nem, azt tudom, hogy jól döntöttem, mert ebből úgyse lehetne már kapcsolat. Én elmondtam neki ezt annak idején is, mikor kiderült, mert már másnap kiderült, mikor megtettem, mert látszott rajta, meg ismerem őt azért annyira, hogy tudjam, hogy nem úgy csinál semmit, ahogy az előtt csinált. És én akkor elmondtam neki, hogy lesznek olyan napjaim, amikor én erre nem is fogok gondolni, és lesz olyan napom, amikor más se fog a fejembe járni, mert hogy ez már bárkinél így lenne. És mondtam, hogy én ezt nem tudom ezen átlépni.
megbocsátottam, de úgyse tudod ezt felejteni, és nem is lesz olyan sose a kapcsolat. Hát igen, de hát szerintem jól döntöttél, nyilván ezt az élet igazolja majd, de hát azért a hosszú távon van az ember megalázva, hazudnak neki, és közben késztényként zajlik egy másik nővel a kapcsolat, hát akkor azt nem kell akarni megmenteni. Tehát abban nyilván ki kell lépni, persze. De figyelj, a mai napig úgy van vele, hogy ő bármikor visszajönne, ő szeret minket, meg hát nem hát ilyen ez. Ez a legegyszerűbb, hát ez nyilván egy ilyen érzelmi fejletlenség, hogy az ember nem nő föl, nem tudja két nő közül kit válaszol, mindenkit akar, ha ez haragszik rá, oda rohan, ha te haragszol rá, hozzájön vissza, hát ez nyilván egy erős önképzavarra vezet. Ja, és vissza. Akkor a legszebb az egészben az, hogy mert hogy nekem van palim, bár egyedül élek 8 hónapja, úgyhogy igazából nem, hogy palim nincs, senki nincs. Klasszik, mi paranoiás is. Aha, hát nem egyszerű, igen, ez nem egy egyszerű típus. Köszi, hogy elmondtad, kitartás. Az élet igazolja, hogy jól döntöttél. Köszi, Móni. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Érdekes ez a téma, mert hogy mennyi mindenki, hogy mennyire máshogy gondolja mindenki. Aki érintett, aki nem érintett, aki fél attól, hogy egyszer érint vele ez, akinek még nincs róla konkrét véleménye, csak azt hiszi, hogy előbb-utóbb ez akár meg is történhet. Igen, érdekes a dolog. Azt mondja, hogy azt, Balázs, nem áll tőlem távol a spiritualitás, de ha másik boldogsága bármiáron a legfontosabb döntés a hűtlenséget is elnézve, akkor a házassággal mire teszel fogadalma? Mi értelme van így az egésznek, ha az ember magával foglalkozik? Kérdezi valaki, és ez is egy nagyon jó felvetés. Igen, a férjem külföldre ment dolgozni a jobb élet reményében, magányos volt, nehéz volt neki nélkülünk, megcsalt, a két gyerekünk miatt megbocsátottam, hazajött, erre összejött a barátnőmmel, elhagyott minket, a lakásból minden mozdíthatót vitt a nőnek, mert ő dolgozott meg érte. A gyerekeket nem látogatja. Hát vannak vannak ilyenek is, igen. Na, jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, ez jó, érdekes téma volt. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Biztos sokan olvastátok azt a hírt, vagy talán eljutott néhányatok, az mi nagyon szeretjük, az iráni futballválogatottról, és hát szenzációs, az is szenzációs, hogy pont Iránban történik ez a dolog, mégpedig ugye, hát kiderült az iráni foci válogatottról, hogy erős a gyanú, így fogalmaznak sokan, hogy az iráni női futballválogatott több tagja is férfi volt. Férfiak voltak az iráni női futballválogatott tagjai. És az egyik szövetség egyik tisztviselője vallotta be egy interjúban, és ő azt mondja, hogy az iráni válogatott 8 játékosa nem esett át nem váltó műtéten, részleteket nem közölt, nem lehet tudni, hogy hányan voltak férfiak, de hogy nem arról van szó, hogy férfiak, akik nők lettek, hanem hogy valódi férfiak vannak az iráni női futballválogatottban. Szó van egy kapusról. Hát mindent az eredményességét. Akit 2010-ben nem vizsgálatnak vetettek alá, és csak Tájföldön csinálnak több nem váltó műtétet egyébként, mint Iránban. Aha, de ők nem váltottak műtétet, ugye? Igen, tehát ők férfiként maradtak, nem váltó műtétet, vagy ezt nem csináltak meg. Tehát ugyanúgy hapsik voltak, most nyilván a többiek tudták, ugye, akik viszont rendesen nők a csapatban. Nem vagyok benne biztos. De nem vagyok benne biztos. Hogy zajlik ez? Tusolóval, haló. Hát igen, tehát itt nagyon sok kérdés van, ugye, hogy ez hogy zajlik meg, hogy épülnek be. Egyáltalán ki találja ki? Tehát a szövetségi kapitány azt mondja, hogy oké, vagytok négyen csajok, nem vagytok túl jók, kell 8 pasi. Legyen 8 pasi, 11 plusz 1, legyünk meg. Hogy zajlik ez? Ki találja ki? Ki az ötletgazda? Hogy épülnek be a férfiak a nők közé? Hát itt nagyon sok kérdés van. Hát ti hatan, meg ti öten, Yusuf. A férfiaktól vették át őket? Egyáltalán nem biztos, érted, hogy ott van annyi hölgy, aki érte a labdarúgáshoz, és gondolom az eredményességnek rendelnek alá mindent. És lehet, hogy még nem volt nem váltó műtét, de már gondolkodtak rajta. Érted, még előtte voltak. Őket már zavarta a saját identitásuk. Ők már nőknek érezték magukat, annak ellenére, hogy olyan járomcsontjuk volt, mint mondjuk Arnold Schwarzenegger. Hát figyelj, itt a fotókat azért, ha megnézed, ő itt jobb alul. Hát azért... Ő egy segédedző. Róla nehéz elképzelni, hogy nő. Igen. Egyébként a nagy részéről igen, a férfiakról is, de na most azért... Ők futcát játszanak, tehát én megnéztem ezeket a felvételeket, hát de semmi közük a női játékosokhoz, semmi. Uh-huh. Tehát ahogy mozognak, ahogy futnak, ahogy lövik a gólukat, amilyen sebességgel... Még a csuláznak, vakarják a töküket. Tehát amilyen sebességgel futnak és amilyen erővel lőnek, én nem azt gondolom, hogy egy nő nem tud így játszani, de ez nem női futball. Tehát aki kicsit is ért a focihoz,
és lát egy ilyen közvetítést, az észreveszi, hogy ezek biztos, hogy nem nők. Büntető rugásnál például ugye sorfalat kell állni. Uh-huh. Férfiak mit csinálnak? Fogod az acsit, hogy nehogy eltalálják. A nők... hölgyek mit csinálnak? Fogják a mellőket. Igen, na, és akkor van a csapatból kettő. Megvagytok, mondta az ellenőr. Megvagytok. Vagytok ott van. Ugye? Azt a hármat majd, jó, utána szűrésre. De tényleg hogy van ez? Hát a nők valószínű tudtak erről. És azt mondták, hogy oké, kaptok egy külön öltözőt, hallgassatok róla, segítsétek a fiúkat, gyors passzjátékkal próbáljátok felvenni a tempót, figyeljetek a passzokat, és próbáljátok megkövetni, ahogy a visszajövőben is elhangzott, mikor Marty McFly ugye felmegy a színpadra, és zenélni kezd. És külön öltözőben átöltöztek a pasik, vagy együtt öltöztek, indultak el, vagy a csajok se tudták, hogy köztünk vannak pasik, mert ugye hát ebben a kis csadorféleségben játszik az iráni válogatott, tehát nem látod a fejeket. Mindenki el van takarva. Együtt öltöztek, csak a srácok háttal lehet. Na jó, de hát akkor is egy jó szőrös fenék csak kivillan, egy jó szőrös hát. Most kezdjük ott, hogy mi van, hogyha ugye Iránban elindult ez a sport, az a női foci, és összeraktak egy női csapatot. 11 nőből. És rájöttek, hogy nem megy, nem jó. Uh-huh. 6 nőt mivel bocsájtasz el? Hogy ott az a 4, azért tartsuk meg, hogy fölveszünk 6. Hosszú a kispad. Igen? Tehát megtartották, de fölvettek 6 pasit is. Sejte vannak mások. De mi van, hogyha itt gyakorlatilag arról van szó, hogy mondjuk az ő vallási szokásaik szerint a hölgyek azért így az uraik nélkül, újraik és parancsolóik nélkül nem nagyon mehetnek sehova. Mi van, hogyha a fél csapat nő, a másik fele pedig a férjeik? A követő? A férjeik. Oké, te futballozni se futballozhatsz, akkor beépülünk. Beépülünk hozzátok. De azért nem értem, miért fontos a nem váltó műtét. Hát ha átesik valaki egy nem váltó műtéten, és mondjuk férfiből nő lesz, attól ő még férfi marad, tehát a kromoszómája, a DNS-e, az ugyanúgy egy szex vizsgálat, ugye kimutatja azt, hogy neked mi a nemed. Tehát ez miért jó az, hogy vannak férfiak, akik egyébként nővé operáltatják, és azt mondják, nem, ezek igazi férfiak, nem mástek át nem váltó műtét. Miért, ha átesnek, akkor lehet? Tehát én férfi vagyok, megműtöm magam, én nő vagyok, tehát én férfi vagyok. Hát a súlyemelők se indulhatnak el, ha átment műtik magukat. Azért, mert attól, hogy férfi vagy. De nincs bukta, tehát hogy amíg egy hormonvizsgálatig nincs bukta, érted? Na jó, de hát ha behívnak téged egy olyan vizsgálatra, azért kiderül, hogy te egy átműtött nő lettél, de férfi voltál. Hát az ugyanúgy kizáró ok, nem? Most nekem kukim van, de nunim lesz, akkor én elindulhatok utána női ágakból? Igen, persze. Szerintem meg is éri egyébként. Hát akkor ezt kell csinálni, gyerekek. Uh-huh. Ez a jövő. Megtalálni, miben vagyunk jók, miben gyengébek sokkal a nők. Átműteted magad. Így, és megvan a sporták, amiben világbajnok lehetsz. Utána, hogy mondjuk a katari olimpiai válogatottnak, vagy olimpiai tímnek, mennyi lehet az összéves keresete? Hát azért ők már megéri szerintem. Abból. Hát 20 centivel kevesebbnek lenni, vagy 16-tal, vagy 10-zel. De egyébként a logikáját sem értem, tehát én jól focizom, akkor miért nem maradok férfi, miért akarok nő lenni? Mert annyira nem focizol jól, na, hogy a férfi válogatottban mondjuk a játékos. Aha, tehát gyenge vagyok, de még mindig kiemelkedő közepes vagyok vagy nőként, mint férfiként, igen. Egyébként egy nagyon középszerű válogatottban. Így van. Uh-huh. Tehát te valószínűleg mitnél válogatott leszel, férfiként lehet, hogy még a válogatottba se jutsz el, valamelyik városi csapatban te vagy az ász. Így viszont hülyére verünk mindenkit. Így viszont gyereke megvan, és az jó pénzzel jár, ott a hírnév. Na most képzeld el, amikor én cselezem veled, és te nő vagy, és te hozzám érsz, ráfogsz, feltűnik neked, és így futsz utánam a pályán, és kérdezgetsz, hogy haló, és én meg szaladok egy kis csadorban, nagyon elváltoztatott hangon. Nem én vagyok. Tehát ott azért zajlanak párbeszédek, van fél idő, a bíró oda hív, elmondja neked, hogy ne szabálytalankodj. Hát hogy? Igen, mester. Igen, rendben van, nem csinálok semmit, értettem. Tehát eljátszod, hogy te nő vagy, és nőként viselkedsz? Vagy köpködsz, káromkodsz, és ugyanúgy hát, csinálod. Hát a reflexek azok működnek, tehát hogyha most az iráni másodosztályból igazoltál át egy nem váltó műtét segítségével a női válogatottba, vagy a női első osztályba, akkor azért a reflexek ideig működnek. Megy a kányázás, a köpködés, a tökvakarás. És a másik lekönyökmése. Vagy erről leszoktatnak? Hát. Tehát van egy felkészítő tábor, azt mondja, srácok. Szépen lassan. Oké. Akkor ti most nők vagytok, nincs tökvakarás, nincs köpködés, csajok vagytok. Figyelj, Ali, Leila. Az a helyzet, hogy most már nem a férfiaknál játszol. Jó? Tehát próbálj meg hozzászokni, hogy itt sokkal puhább, sokkal lágyabbnak, sokkal szeretőbbnek kell lenni. Nem lehet a másikat lebólintani.
a kezdővonalnál, nem lehet lerúgni, nem lehet csúnyán szerelni. Igen, nincs ilyen, és ezt nem ér megcsinálni, nem ér ilyet csinálni. Hát ez egy érdekes dolog. Egyébként vannak olyan reflexek, amiket nem lehet kiírtani. Most képzeld el, futsz a pályán, és valaki kap egy labdát, és ezt nagy erővel előre ível, és te pont benne vagy. Ott automatikusan is ott izéthez nyúlsz, hogy ne találják. Jó, hát el. És erre ott akkor mit mondanak? Azt hogy neveled ki belőle? Áramot vezetsz a deréktájra, hogy ne fogja meg, vagy mi? Nálunk nem lehet az ellenkezőt megcsinálni? Tehát azt mondjuk, hogy oké, a magyar válogatott tudjuk, hogy milyen szinten van. Tehát a hajukkal legalább annyit foglalkoznak, mint egy nővel, legalább annyi zselé van a hajukban, legalább annyira sokat szépítkeznek a tükör előtt, mikor kifognak. Egy-két jól focizó nőt nem tudunk berakni a férfi válogatottba, és pont az ellenkezőjét úgy elsütni, hogy mondjuk nálunk ez jól működjön. Hát azért itt is vannak olyan lányok, fiúk, akikről nem mondod meg így első ránézésre, mert annyira metroszexuális, hogy berakunk egy-két nőt, jól focizó nőt a válogatottba. Pasinak álcázunk őket, és kiderül, hogy a magyar válogatott följön a 70. helyről, mint a világrang is, amikor a 40. helyre, vagy az 50. helyre. Nem állok egyébként. Alkatilag beférne egyébként egy-egy csaj a magyar válogatottba. Kicsik, vékonyak, cingárak, zselézett hajóak, nem? A magyar női labdarúgó válogatott jelenleg a 38. helyen áll a FIFA. Hát ez nem olyan rossz. Megtaláljuk a legtehetségesebbeket, és beépítjük a férfi válogatottba, rajzolunk rájuk borostát, kicsit kisminkeljük őket, lenyomjuk a mellüket, és lehet egyébként kivel játszunk most? Én nem tudom, hogy milyen meccseink vannak még egyébként, Feröer-szigetek, mit tudom én, Románia, nem tudom, hogy állunk. Ez egy jó felkészülési meccs lesz. Figyelj, az van, hogy most előrébb áll a férfi válogatott, mint nem a női. Igen. Hanyadikok vagyunk? 31-ek vagyunk elviekben. Wikipédia, tehát nem 100%, ja. de jobban állunk most. Jobban állnak a nők, mint a pasik, azt jobban, mondod? Jobban, tehát én azt gondolom, hogy de azért posztra igazolhatnánk. Egyébként komolyan most, én tényleg elgondolkoztam azon, hogy kicsit megnöveztem a hajam, miután le kellett vágatnom kopaszra. Berakok két brutál sárga dinnyét, vagy nem tudom, csőra veszek egy pusapos melltartót, és elindulok a gároszon. Szerenáig meg se állsz. Elindulok úgy a gároszon, hogy játszom ilyen future versenyeket, felhozót, mindenfélét, ami kell, és megpróbálok följutni férfiként a főtáblára. Úgy, hogy nőnek álcázom magam. Jó. Figyelj, nem rossz. Fia, ha második hely, sőt, verjen meg a két Williams. Mindenki az a durva, hogy az első 100-ban mindegyik nő agyon verne. Tehát a Williams az 206-tal szerve, hát ő egy férfi. Na ő megint kérdéses egyébként, hogy a Serena, hogy nincs ott kuki. Mert szerintem ott már a sok növekedési hormontól Serenánál kuki van, ebben egyébként nem biztos vagyok. Ő a férfi zuhanyzóba megy a Wimbledon után. Uh-huh. Ezt tudni. Nem tudnék elindulni nőként? De. Hülyeség? De csak mondjuk félő, hogy mondjuk már az első meccset után mögé csöndölő, nem Martina Navratilova. Martina Navratilova bejönne a női öltözőben, nem lenne baj. Hát megoldanám a helyzetet. Hoztam szabban, és bemennék, kicsit pipiskednék, ott lenne a Penetta, meg a mit tudom, a Cibulkova, meg a Williams, és ott a zuhanyzásnál, megmoshatom a hátat, a zuhanyzásnál baj van. Nem, én szégyenlős vagyok, nem vetkőznék le. Mondjuk akkor még a mellemet azért megkérdezem, hát egy ilyen fürdőnadrágban, tehát fölsőbe, bikini fölsőbe lennék. Az nem rossz. Picit bíznám benne, hogy még egy tőlem, Ivanovics fog bejönni, és ehelyett pedig bejön Serena. Igen, bejönne Anna Ivanov, hogyha helyette bejön. Szia, új vagy itt. Ez a tentus fürdő. Mrs. Williams, nagyon örülök, hogy vagy. Szia. Én mindig egy közös masszírozásra melegítek az elődöntőre. Velem tartasz. És itt tudod, szépen elkezdenek mozogni, aztán pedig lepotyogni a falról a csempék hangjától. Igen, és a Cibulkova állna az öltözet, és mondaná, hogy nincs bejárat. Most senki nem megy be. Serena talált egy új csemegét magának. Most egy kicsit felkészül. Stop, beavatás folyik be. Igen, és a gárosz öltözőjében nőként elindulva brutális új beavatás. Új a kislány a VTA-ban. Nagyon jön föl, már az első 100-ban van. Meg kell vizsgálni, mitől ennyire jó. Na, Serena mintát vesz. Komolyan mondom, hogy női focistát akarok a férfi válogatottba. Tehát látom én a magyar csajokat focizni, küzdenek, jól fociznak, férfiakat meghazudtolva cseleznek, fel kell turbozni a magyar férfi válogatottat egy-két nővel. És meg kell nézni, hogy mire jutunk. Csak kérdés, hogy ők mondjuk benne lennének ebben a cserében. Most néztem a női válogatott eredménylistáját, Pádár Anita nagyon szépen szerepel, 106 mérkőzésen 37 gól, nem biztos, hogy lenne kedve egy nem váltó műtét, ez csak azért, hogy a csapatban harcolásért küzdhessen a bödével. Nem kell nem váltó műtét.
műtét. Egy meccs a Feröer-szigetek ellen, egy álcázás. Egyelőre álcázunk. Aha. Tehát egyelőre nem kérjük a csajokat arra, hogy nemet változtassanak, az álcázás. Az álcázás használjuk. Egy krinolin a bugyiba. De miért a férfi mocisáknál látod ezt, hogy brutális vang van a gatyában? Rárakunk egy álszakállat, berakjuk a 22-esnek az egyik csajt, kis álszakál, kis borosta, letoljuk a haját fiúsra. Ezt meg nem mondanád. Észrevennéd 22 játékos közül, hogy egy csaj? Nem. Nem biztos, hogy észrevenném. Máshogy mozognak egyébként, meg más dinamikával játszanak, meg máshogy cseleznek, de nem. Okosan. Nem biztos, hogy inkább okosan játszanak. A csajok? Aha. Mit te nézel őket? Nem. Hát azt gondolnám, hogy ahogy így beszéltél róluk, hogy ez mennyire jó lenne, ha beépülne valaki oda. Mi a fiúk hülyék a játékhoz, vagy hülye játszanak, magyarok? Arra gondolsz? Arra gondolsz, hogy a magyarok nem azok? Hát, azért vannak szó. Nem, agyilag nem tudom, agyilag képességeket nézve szerintem vannak hiányosságok, de nem feltétlenül. Hát náluk meg az lenne ugye furcsa, hogy az összes játékos, aki van egyébként mindig szakálos le. Tudod, mindig ott áll egy fiúk. Megvan a nevem is, Balina Ottova. Balina Ottova. Balina Ottova. Cibulkova. Nem mond, hogy kis szoknyában nem röhögni, a brutálisan trimmelt lábbal szörtelenül iszonyatosan bevonulnék a garoszra. Az a baj, hogy a kis szoknyáknál, tehát hogy nem hát... látom műtét nélkül, a kis szoknyánál az előadók kiderülne. El tudom én úgy rakni. Operatőrök. Micsoda, hát a kis nadrág is úgy van a csajoknál. Jézusom, mekkora aranyé. Balina Ottovának szörnyű dolgok vannak. Ápolás. Ottovát hátulról nem utassátok. Ne! Elkapcsolási faktor. A csajoknál is úgy van ez a kis szexi, a Sarapova is, mit tudom én, úgy játszik. Van ez a kis brutál szexi, nagyon, nagyon finom, nagyon jó kis rövid kis szoknyácska. Azt megnéznélek. Kis szoknyácska, de alatta ott van azért, hogy ugye ne lásd fölugrásnál, szervánál, egy ilyen biztonsági, nagyon tapadós, ilyen kis combbelsőre felfeszülős kis nadrágocska. Elesik, terpeszt, hát hogy ne lássál, ne bugyiba legyenek. Aha. A teniszezők. Ilyenben nem mond, hogy nem tudnál engem. Hát és még de egy dolog, hogy nálam tudnálak elképzelni. És a két szélén, két oldal, az ilyen szép, dús, taktikai sövény. Nem! Ha felkerülnék főtáblára, azért teljes trimmelés. Ne viccelj! Hát és a főtáblára nem megy. Honnan jött ez az Ottova? Bulgár? Ha főtáblán lennék a Garoszon, azért bármit. Azért bármit. Tehát figyelj, azért mindig van náluk teniszlabda pluszban. Azért azt el lehetne sütni, hogy azért van a dudor, mert egy labda benn maradt. Egy vagy három. Három labda van. Mert csak mi van, hogyha nyersz, és elárulod magad, mert még rutintalan vagy. Ez az! Rottem! Beszoptad! Mindez magyarul, tudod, a Philip Chatrier, tudod, vagy a Rod Lever a US Open, ezt tudod. Ez az, vamos! Igen. A két kávét ivott azért van, két dupla. Tudod, még ott elvinnének dopingvizsgálatra, jó, most meg se várjuk a becs végén, ellenőrök azonnal. Vigyük el. Jaj, ezt szeretem. Én engem ezek szórakoztatnak. Tehát amikor felnőtt férfiak nőket játszanak egy ilyen focipálokat, nem mond, hogy nem akarnák kicsit közé tartozni. Igen. Nem mond, hogy azért ott nem zajlik az élet igazán. Nézzük meg, hát ha vannak olyan hallgatóink, akik gyanakodnak kollégájukra, hogy valójában nem is férfi, vagy nem is nő, hanem az ellenkezője. Írjátok meg, hogy mi a harmadik? Hogy miért? Tehát, hogy nő, alapjávéve tudjuk róla, hogy nő, de mégis férfias vonásai vannak, férfiként viselkedik, férfiként beszél, káromkodik, eszik, vagy olyan férfiak, akikről tudjuk, mert kolléga, hogy férfi, de alapjában véve a női budiba jár. Még két sem női budiba járok, ez nem jó. És még sorolhat. És azért tudod, mert egy csomószor rányítottam. Nem, ezért ez megdöbbentő, amikor tudod, kitépnek, tudod. Én sokat tisztelnek gondolom a női budi. Szóval a férfiak, akikről tudjuk, hogy férfiak, de mégis női jellemvonásokkal rendelkeznek. Uh-huh. Jó, írjátok meg nekünk, hogy melyik kollégátokra gyanakodtam. És támpontnak tényleg nézzétek meg az iráni női válogatottnak a fotóját, és főleg az alsó sor, tényleg, amit a Feri mondott, jobbról a második. Ott azért tényleg olyan szögletes állkapcsolat, hogy valószínűleg egy iraki RPG-nek a lövedéke Gellert kapna rajta. A fotó alapján megmondott, hogy ki a férfi. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.